Üdvözletem, ez itt a Nilbok Podcast, ami Zebrátinak, a Bulivárónak és Horoszkópnak a közös koprodukciója, ami hát kicsit elritkásodott az utóbbi időben. Nem az én hibám volt köszönhetően, ezt majd Zebrára fogom, hogy majd egy kicsikét megmagyarázzam, mert többen írtatok már nekem azzal kapcsolatban, hogy ez a Carpenter eset folytassuk, ugyanis az első részét azt eléggé szerettétek, amikor arról beszéltünk. Úgyhogy Zebra, légy szíves, köszönj be, pár szóba említsd meg, hogy miért ilyen későn folytatjuk, és illetve hát a témát is picikét bonts ki. Üdvözlök mindenkit, Zebra T vagyok, és azért ilyen későn folytatjuk, mert rohadt sokat dolgozom. Így röviden ennyi szerintem. Barom sokat dolgozom, ennyi. Nem nagyon van időm. Igazából semmire. Úgyhogy, de hát remélem, a közeljövőben ez meg fog változni. Ez elmúlt már jó ideje. Több mint fél éve ezen az új munkáján vagyok, de hát teljesen ki vagyok merülve fizikailag, meg szellemileg is, úgyhogy nem jó irányba ment az életem ezzel az új munkával, hiába keresek jól, sajnos nem éri meg, maradjunk ennyiben, nem éri meg. Úgyhogy, ja, remélem hamarosan tudok váltani, aztán kicsit több időm lesz. No de, mit kéne még mondanom? Azt, hogy miért mai témánk? Így van. Hát John Carpenter 90-es évek után, 90 utáni filmográfia, ugye? Ott hagytuk abba 90 környékén. Így van, de legutoljára az Elpusztíthatatlanokról beszéltünk, ami 88-ban készült el. De még mielőtt belevágnánk, szeretném, hogyha néhány szóval beszélnél a csatornádról, ugyanis van egy saját YouTube csatornád, Zebrati néven, hogy arról egy néhány szóba, hogy eléggé eklektikus a tartalma ennek a csatornának. Egy néhány szóba beszélhetnél róla, hogy konkrétan mivel foglalkozik? Hát, igazából éppen amihez kedvem van, nem sűrűn teszek fel videókat, két hetente van videó fent, ez is köszönhető annak, hogy rohadtul semmire nincs időm, de azért igyekszem a két hetet tartani, nyáron volt egy hónap szünet, de ott tényleg nagyon összeszaladtak a dolgaim. Úgyhogy azért leginkább vannak életrajzi videók, ilyen röviden összefoglalva bizonyos színészek, íróknak az életrajza, leginkább ugye nyilván a horror zsánerén belül. Most például nem tudtuk, hogy mikor veszik fel a videót, ma jelent meg az Ambrose Bierce-es életrajzi videó. Ambrose Bierce az egyik kedvenc íróm, mondhatom azt. Meg a horror zsánerén belül szerintem egy elég maradandó alkotó író volt, aki eléggé sokat formált szerintem a horror zsáneren, misztikus történeteken. Úgyhogy ez a mai nap jelent meg az a videó, de ezen felül hát szeretnék még több társasjátékos videót is feltenni, ha olyan, nyilván ez is, ha olyan témájú társasjáték jut a birtokomba, aminek így köze van a horrorhoz, meg a misztikumhoz, meg az énekhez. Szóval nagyjából ez a horror, hát nem szeretem ezt a szót használni, de muszáj vagyok. Aztán ez a horror geek vonal talán, de ezt a geek szót gyűlölöm használni, de valahogy ezt foglalja talán legjobban össze ezt a izét. Nagyjából. Igazából a hobbiaimról szól, kicsit úgy érzem, hogy horrorfilmezésről, a horror irodalomról, ezen felül a társasjátékozásról, szeretnék a filmgyűjtésre is egy picit izélni, hogy filmes valami olyan, ha olyan kiadvány kerül a kezembe, amit érdemes unboxingolni, akkor azokról is szeretnék mondjuk videót csinálni. Úgyhogy ja, kb. Ennyi. Igen, és Zebra csatornájára felkerült egy videó, amikor is a The Thing társasjátékával játszunk, hát egy hosszabb videó, ugye Zelenyánszki Gyuri, Damina Dávid, Jómaga, Movie Hunting, Zebra és G.B. Cooper látható ezen a videón. Pontosabban hát nem az arcunk, igazából a kezünk meg, amilyen lépéseket teszünk a játékba. Hát szerintem meg lehet tekinteni már maga a hangulata miatt, meg a beszólások miatt, hogy milyen volt. Hát barom jól éreztük magunkat, úgyhogy szerintem egy jó kis emlék az. És Zebra, tehát legutóbb az üvöltés filmeket veséztük ki, ami úgy érzem, egy kicsit kétvára fektetett téged, főleg a hetedik rész. Milyen érzés volt utána John Carpenter filmeket nézni? Valószínűleg azt kellett volna mondanom, hogy azért nem volt régen Neil Bock podcast, már az üvöltés, hogy nem hevertem ki, meg a Hellraiser-t.
Na, menekül előlem a zebra, mert jobbnál jobb témákat találok neki, de most újra kedveztem valamilyen szinten, és bár úgy tudom, ami biztos is, hogy volt néhány film, ami neked eddig nem volt megtekintve, John Carpenternek a késői filmográfiájára, amire ki fogunk térni. De akkor vele is kezdünk. Tehát az első kérdésem, hogy John Carpenternek a késői filmográfiájából miért éppen a Mars szelleme a kedvenc horrorfilmed? Jó Istenem. Hát figyelj, nem is tudom, hogy a nagyszerű castingot említsem elsőnek. Ah, igen. De odaérjük. A hihetetlenül jó atmoszférát, amit megteremtettek a forgatás során, vagy nem is Hubacker. De talán a casting a legjobb része ennek a filmnek. Én senkiről nem hiszem el. Na mindegy. Hogy... Ezt majd erre kitérjük, mert erre külön érdekelni fog a véleményed, amúgy másról is, de ez különösen erről a Mars szellemeivel kapcsolatban, de egyébként azt hittem, azt mondod, mert így szereted az űrben játszódó filmeket, mint a Dark Star esetében, hogy az meg a korai filmek közül a kedvence. Na de, 1992-ben John Carpenter elkészítette a Semmit a szemnek című filmet, amire itt nem fogunk kitérni, ugyanis ez nem igazán horror, nem thriller, nekem nem is egy nagy kedvenc, meg semmi se. Te esetleg valamit mondanál róla, Zebra? Semmit, jó van. Jó van, akkor egyformán gondolkodunk róla. A másik, ami viszont nekem külön kedves, 1993-ban a Hulla zsákok című, hát antológia horrorfilm, amiben három apró kis szegmens van, egyet rendezett Toby Hooper, Isten nyugosztalja, és kettőt John Carpenter. Ez a kettő a Gas Station, tehát a benzinkút, másik pedig a Hair, a haj című epizód. Zebra, te ezt mikor láttad elsőnek a hullazsákokat? Húha, nem tudom. Tizenévesen szerintem. Úgy emlékszem. Régen, és, régen. És akkor hogy tetszett, és most? Szerintem mind a két alkalommal ugyanaz volt a végeredmény. Talán most egy kicsit jobban tetszett, mint akkor. Nyilván akkor más dolgokat vártam el a filmektől, mint most. Most nekem ez egy ilyen közepes élményt nyújt, ez a Hullazsákok című film. Például a maga a hullaházban játszódó kis átkötő szegmensek kifejezetten szórakoztatóak, nagyon jók, bírom benne nagyon Carpentert. A három történet pedig az első történet szerintem a Gas Station az olyan semmilyen. Megmondom neked őszintén, ennekből most is ez a véleményem, hogy az a történet az olyan semmilyen. Az olyan se füle, se farka történet. Érted, mire gondolok? Nem tudom, pontosan, hogy érted-e, mire gondolok. Az olyan tényleg nem ad semmit szerintem az a sztori. Olyan... Aha, értem. Nekem picit szándékosan egy Halloween jellegű egy picikét szerintem persze, az a rész. Edon Field is meg van említve, persze, igen, de ettől függetlenül se indíték, se semmi, nincsenek a történetnek tényleg se eleje, se vége. Egy olyan, hogy ezt így bármelyik délután le lehet forgatni, hogy hú, te van, meg kéne egy izét forgatni. Jó, figyelj, mi lenne akkor, ott lenne egy csaj egy éjszakai műszakban, és jönne egy gyilkos. Puff, kész. Tehát ez még forgatókönyvet csak kellett nagyon írni szerintem. Izének a cameo-ja nagyon jó benne. Cravennek a cameo-ja az vicces benne, az tök jó. Majd el is felejtettem, hogy benne van, csak így hirtelen meglét, van meg, mit keres ez az öreg ember itt. Úgyhogy, ja. De ettől függetlenül egy totál felejthető epizód. Megvan a maga hangulata, csak olyan... Lehet, hogy valami olyan fantasztikus utalás, vagy valami van benne, ami nekem nem tűnt fel. Lehet, hogy én siklottam el valami fölött, számomra ez az a rész annyira nem rossz, csak nem maradandó. És a második szegmens, a hajas? Hát a haj az meg konkrétan szerintem nem horror, viszont a három közül az a legjobb. Aha. Viszont ezt egyáltalán még nem tartom horrornak, úgyhogy nem tudom, miért a Body Bags címen futó filmben
be, mert szerintem az egy science fiction komédia inkább, mint horrorfilm, sőt, inkább az, semmi horror nincs benne. Szerintem viszont a legjobb a három közül mindenféleképpen. A Carpenternek ez a jellegzetes visszatérő eleme a filmeiben, ugye, amit nagyon sok filmben benne van, ez a republikánus kőgazdag felső osztálynak a kifigurázása, azt szerintem ebbe tökéletesen megjelenik, ebbe az izében, mint ahogy más, rengeteg más filmjében is megjelenik, akár a Day Live-ről van szó, vagy akár menekülés Los Angelesből. Ennek a felső 10 000-nek a kifigurázása megjelenik benne. Nagyon jó, nagyon jól egyébként, nekem nagyon bejött. Tipikusan a gazdagoknak ez a kirakat élete, az, hogy meddig mennek el azért, hogy tökéletesek legyenek, hogy szépek legyenek, hogy megfeleljenek az elvárásoknak, ugye. Szerintem egy barom jó kis rövid film, és mondom, a három közül szerintem mindenféleképpen ez a legjobb. Ha, és ha már itt tartunk, akkor a Toby Hooper részéről, a Szemesről esetleg a vélemény? Az sem egy rossz epizód, mondom, nekem mind a három tetszett, talán a Szem az, amelyik elbírt volna egy hosszabb sztorit, hogy egy kicsit jobban ki lett volna fejtve, elég felületesen lett érintve szerintem a sztori. Az, hogy mégis kicsit jobban bele lehetett volna menni ebbe a gyilkosságba talán. Egyébként meg jó volt a film, pontosabban ez a kisfilm, tetszett, de közel sem volt olyan jó, mint a haj. Bírtam meg Harry, Mark Hamillt is nagyon bírtam benne. Majdnem Harry Cavillt mondtam, kísért bakker a Hellraiser. Mark Hamillt is nagyon bírtam benne, rendben volt a film, de a haj az szerintem az elvitte a sót. Nekem is a haj a kedvencem benne egyébként, az egy baromi ötletes, meg bírom a színész is, aki eljátsza, meg ilyen pikért módon beszél a kopaszodásról, nekem nagyon tetszett ez a része ennek a filmnek, és tényleg az a legerősebb pontja, meg hát Carpenternek ez a hullaházas része, szerintem baromi jó, hogy ki van sminkelve, meg ahogy előadja az összekötő részt. Te erről egy hány pontot adnál egyébként a hullazsákokra, egy 10-esből? Legyen egy 7-es. Aha, az egy jó. Én is egy olyan 7-esre értékelni. Nekem az a bajom, hogy az első rész, az a Gas Station, ez nagyon semmilyen. Megvan a hangulata, megvan ez a slasher hangulata, de az egy olyan semmilyen epizód. Kis bugyuta, tudod? Aha. A haj baromi jó, baromi szórakoztató, baromi vicces, de tökre kilóg szerintem az egész koncepcióból. és a harmadik is Toby Hoopernek a Szemes filmje, hát az meg úgy, az is jó, de lehetett volna jobb is szerintem, viszont úgy összességében az egész szórakoztató film. Én is szeretem, és indokolatlan módon elég sűrű meg szoktam nézni, hogy tetszik a hangulata, meg egy kis könnyed az egész. Mondjuk én olyan nagyon sűrűn nem nézem meg, de hát én évente előkapom, úgy a kedden van antológiát nézni. Meg a történetek a sötét oldalra az a másik, amit még nagyon szeretek ilyen antológiába. Na de, következő filmje 1994-ben is, itt javíts ki a tévedek, de ez a kedvenc filmed. Hogyha lehet mondani olyat, hogy kedvenc film, ez az Őrület torkában című film. Hát a kedvenc filmjém között van, igen. Fejtsd ki, hogy miért, kíváncsi vagyok rá. Alapból én nagyon szerettem a kozmikus horrort. Ez itt kezdődik. És nekem van egy olyan izém, hogy a kozmikus horrort vászonra vinni az rohadt nehéz. Tehát én nem vagyok egy ilyen könyvsznob,
aki ilyen csücsörítve, ilyen segjük szájjal mondja, hogy a könyved mindig jobb. Én ebben nem hiszek, mivel én szeretem a filmeket is, és ugyanúgy tekintek a filmekre, meg a könyv, a filmművészetre, mint az irodalomra. És viszont a kozmikus horror esetében van egy olyan, hogy olyan kis zém, hogy nagyon nehéz vászonra vinni a kozmikus horrort, mégpedig ugye azért, mert ugye a kozmikus horrornak az egyik eleme az mindig az, hogy a fenyegetés az nem látható. Tehát a kozmikus horrorban pont ez az, hogy egy olyan fenyegetés van, egy olyan külső fenyegetés van a sötétben, tudod, az olyan dolgok, amik nem igazán kézzel foghatóak. És mivel a film egy vizuális műfaj, ezért ezt elég nehéz megalkotni, mert nyilván úgy akar ijeszteni a film, hogy megmutat azért bizonyos dolgokat, és hát a könyvben is vannak leírások, de hát rengeteg, most csak olyanokra gondolunk, hogy a Lovecraftnak, ha már a leghíresebb kozmikus horror írót hozzam ide, hogy olyan történet, most nem akarom megmondani, hogy melyik történet, mert nem akarok spoilerezni, de olyan történet, ahol az egyik szereplő a végén meglát valamit, ami beleőrül, de soha nem derül ki, hogy mi az, tudod? Uh-huh. Konkrétan mit lát. És akkor ezeket a dolgokat nagyon nehéz vászonra vinni. Mert mégiscsak egy vizuális műfaj, neked ott meg kell mutatnod valamit. És nagyon kevés film az, ami szerintem ezt jól tudta éreztetni, hogy nem tolta az ember arcába annyira durván, hanem próbált játszani ezzel a valóság és a fikció közti dologgal, és ez szerintem az Őrület torkában című filmben nagyon jól kijött. Úgy is, hogy szerint nyilvánvalóan kisebb költségvetése volt ennek a filmnek, mint mondjuk egy mai szuperprodukciónak lenne, ami lehetne például, mert azért vannak benne olyan részek, amik olyan kicsit olyan B-mozis hatású, az egész film egy kicsit olyan B-mozis hatású, de még talán ez is jól áll neki, jól áll a sármjának. Nagyon tetszik a tömeghisztéria, ami benne van az író kapcsán, nyilván akit Lovecraft ihletett, tehát ez elég egyértelmű. Szóval az egész nagyon el van szerintem találva, és egy nagyon jó pozitív horror film, szokták volt mondani, hogy az egyik legjobb Lovecrafti film, úgyhogy nem is az, tehát nem is Lovecraft történet feldolgozás. Úgyhogy én ezért szeretem, és én kifejezetten szeretem a kozmikus horror filmeket, például a Void egy másik nagyon nagy kedvencem, ami ugyancsak nálam nagyon elérte ezt a hatást, amit egy kozmikus horror történet el tud érni, és ez az Öblet torkában az egyik ilyen szerintem, ami megérdemli azt, hogy az egyik legjobb kozmikus horror legyen, vásztam. Igen, most, hogy említetted a Voidot, pont egy-két hónapja néztem újra, és hát aki nem szereti a modern horrorfilmeket, annak ajánlanám, hogy azt mindenféleképpen tekintse meg, mert szerintem az valójában egy gyöngyszem az a film, és egy old school horror rajongónak is ugyanúgy tetszett, mint egy új horror rajongónak, és zseniális az a film. Nem gyenge Carpenteri hatással azért, több szempontból is. Ez Őrület torkában számomra ez mindig olyan érdekes volt, mert sose tartottam ott a nagy kedvenceim között, vagy a Carpenter között se, de viszont meg baromi jó dolgok vannak. Sam Neill fantasztikus benne, zenéjét imádom a filmnek, fantasztikus soundtrackje van szerintem, főleg az első taktusa, hogy elindul a film, ezzel a pici ilyen szinti szólammal, aztán átvált ilyen rock zenésbe, nekem az a szinti szólam az nagyon tetszik benne. Illetve, hogy mondtad ezt a apokaliptikus hatást, hogy már mint a vége lenne a világnak. A vége nekem az nagyon tetszik, hogy ez szemléltetve van, olyan hitelesnek tűnik, úgy elhiszem, hogy elég nagy probléma van odakint. Ez az, ami például sajnos nem sikerült a könnyek anyában, a Mother of Tears-ben, hogy egy nagy, borzalmasan nagy káosz lenne ott Rómában, ott nem sikerült érzékeltetni, több szempont miatt se. De itt viszont meg minden sikerült, és valójában szerintem a költségvetése nem lehetett hatalmas, de minden fillér oda mehetett, ahova kellett. És tényleg szerintem, ha mondtatok ilyet, a 90-es évek után ez talán Na majd kitérek rá, de talán a legjobb Carpenter film. De hát még szerintem az egész filmográfiájában az egyik legjobb, úgyhogy én már most mondom neked, hogy 90 után a legjobb film, ebben biztos vagyok.
de nyilván ez egy szubjektív vélemény. De úgy vagyok vele, hogy nekem mindenféleképpen az Őrület torkában az az egyik legjobb filmje. És tudom, hogy a The Thing-et szeretik sokan a legjobbnak emlegetni, és bizonyos szempontból tényleg a The Thing az, ami legjobb filmje, viszont ebben a filmben is olyan sok dolog van, és tényleg ez a valóság és a fikciónak a közti hasadékban az ide-oda ugrálás, hogy nem tudod, hogy most mi történik, mi az igazság, hol vagyunk. Én szerintem ilyen szempontból ez a film sokkal a The Thing fölött van, ami a The Thing megvalósításában egy fantasztikus film, történetében viszont egész egyszerű, tudod. Itt viszont egy olyan történet van, amit szerintem rohadt nehéz vászonra vinni. Tehát, hogy én azért szeretem tényleg ezt a filmet, mert magát a témáját nehéz szerintem vászonra vinni, hogy jó legyen. És ezt a filmet sokszor meg kell nézni ahhoz szerintem, hogy úgy igazán átjöjjön. Megmondom, kedvelni kell a kozmikus horrort, az ilyesfajta irodalmat, és most így túlmutat a Lovecraften, hanem tehát, ha ismersz még ilyen Blackwood írásait például, Pierce, ugye, aki most így benne volt az legújabb videómban, Arthur Mahan, meg az ilyen hasonló írókat, hogyha szereted, akkor még inkább meg fognak ragadni ezek a dolgok. Hány pontot adsz el? Tudom, hogy tökéletes film nem létezik számodra. Nekem ez egy 9-es. 9-es, aha. Nekem egy 8-as, de szeretem én is ezt a filmet. Bár elárulom, hogy nem birtoklom fizikális példányban még, de rajta leszek, mert most, hogy beszéltünk rajta, egyre inkább. Mert Angliában nem jelent meg ez a film Blu-ray. Nekem magyar DVD-n van meg. az is jó. A következő filmje, ami nekem viszont már megvan egyébként Blu-ray-em, erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy erre a filmére mit mondasz, ez pedig az Elátkozottak faluja című film, ami egy remake, aki nem tudná, egy 60-valahányban készült filmnek, a Village of the Damned-nek a remake-je, és főszerepben az egykori Superman Christopher Reeve volt. Na mindegy, én nem megyek még bele, hogy mit gondolok erre a filmről, érdekelne nagyon a te véleményed erről. És összehasonlítva a régivel is, mert én úgy tudom, hogy te a régit is szereted. Baromi rövid leszek ezzel a filmmel kapcsolatban. Mielőtt elindult volna a felvétel, mi elkezdtünk beszélgetni, feljött a Toxic Avengernek a rebootja, ugye? Igen. És ott mondtam neked azt, hogy olyan filmeket kéne remake-elni, amiknek jó az alapötlete, csak szar lett a megvalósítása. Na már most, nekem a Village of the Damned az eredeti itt van a polcomon, Blu-ray-en, és csak egy olyan kérdésem lenne, hogy mi a picsáért kellett ehhez a filmhez hozzányúlni. Ez nagyjából olyan, mint, nem tudom, mint a Wicker Man-t, hogy azt minek kellett remake-elni. És ebben is úgy, hogy minek kellett ehhez hozzányúlni. Ez egy tök jó film. Olyan újat nem mutat a Carpenter-féle film, hogy létjogosultsága legyen, szerintem. Ennek a remake. Én így gondolom. Ez egy baromi jó film. Az eredetit nagyon bírom. Nekem nagyon tetszik az eredeti. Ez meg egy ilyen... nem tudok ezzel mit kezdeni igazából, ez a Village of the Damned a Carpenter félével. Azt láttad azt az interjút, amit Mick Garris csinált a Carpenterrel, és szóba kerül az eredeti? Nem. Azt mondta, hogy jó film, de nem egy klasszikus. Mert hogy vannak benne nagyon kínos részek. Azt mondta az eredetiről Carpenter. Nem tudom, mire gondolt, mert nekem is megvan DVD-n az első két része, tehát a klasszikus. Én is egyébként csipázom őket, de én szeretem ezt a Carpenterest is, mert úgy érzem rajta ezt a Carpenter-ízt, mind a operatőri munkán, mind a zenéjén. Tetszik az a rész, azt hiszem az a rész az nagyon jól van szemléltetve, amikor ugye nem lehet belépni ebbe a kisvárosba, mert mindenki ugye elájul, aki átmegy ezen a bizonyos határon. Szerintem azok a részek jól vannak, illetve picit túl is lép a klasszikusba olyan szinten, hogy itt már látunk egy picit ilyen utalás, hogy miért történnek ezek a klasszikusban, hogy nem voltak megmutatva szerintem dolgok, itt egy kis magyarázatot szerintem így beletett. Másik, és ezt pont mondja a Mick Garris-es interjúban, hogy Christopher Reeve szerintem zseniális volt a filmben, mint színész. Őt hogy látod?
Christopher Reeve egy jó színész, tehát nem szeretnék, én igazából magára ennek a, nem tartom a kiemelkedőnek a Carpenter filmográfiájában a Village of the Damned-et. Lehúzni is nagyon akarom. Én a fölöslegességét érzem ennek a filmnek, és ez miatt nem szeretném ostorozni a színészeket, mert például Christopher Reeve egy jó színész volt. És vagy Carpenter attól még egy jó rendező, hogy ezt a filmet totál szerintem fölösleges volt megcsinálni. Úgyhogy nincs problémám. Így ilyen szempontból nincs problémám ezzel a filmmel. Meg nem vagyok remake-elés ellenes. Te is tudod, hogy rengeteg olyan reboot van például, vagy remake, ami én kedvelek. Ha érzem, hogy van létjogosultsága annak az alkotásnak, tudod? Persze, értem, amit mondasz, hogy nem. Hát, figyelj, a Christopher Reeve a alakítása zseniális. Nekem nagyon, nagyon tetszik, elképesztően jó szerintem. És mindig elszomorodok, hogyha őt láttam egy filmben, majd azért mi történt vele a későbbiekben. Ja, de én valamilyen szinten mégis lehet, hogy azért is szeretem ezt a filmet úgy jobban, mert hogy tinédzser voltam, amikor láttam. És ezt ugye úgymond későn láttam a többi Carpenter filmhez képest, pont ezért annak idején sűrű megnéztem, és én bírom, tehát én bírom, de viszont megértem az aggájaidat ezzel kapcsolatban, meg a felvetésedet. Hány pontot adnál rá? Legyen egy 5,5. Én erre is egy 7-et adok, mint a hullazsákokra. Úgyhogy én szeretem ezt a filmet nagyon is. Ha jó, tudom, hogy legyen egy 6-os. Na, jó. És a következő film, mert ennél is kíváncsi. Ne kapjam meg már megint, én nem értek a filmekhez. És a következő film, ami, hát, na ez egy érdekes lesz, kíváncsi, a Menekülés Los Angelesből című film, ami ugye nem horror, de volt szó az előzőben a Menekülés New Yorkból című filmről is. Ezért szeretném, hogyha egy picikét beszélgetnénk a Los Angeles-es verzióról is, ami annak idején nagyot futott a magyar videótékákban, hiszen emlékszem, hogy Gyulán jártam videótékáin, plakátja is kín volt a filmnek. Úgyhogy, sőt, még annak idején a Cinema mozi magazinban megvolt nekem, hogy egy ilyen több oldalas cikk volt a forgatásról, meg akkor Carpenter még ilyen nagyon nagy név volt. Úgyhogy érdekelne a véleményed a Menekülés Los Angelesből. Mert úgy tudom, hogy talán most látod elsőnek, vagy... Igen, én eddig teljesen elzárkoztam tőle, hogy megnézzem. Annyira nem, valamilyen nem érdekelt. Én bírom a New York, Menekülés New Yorkban című filmet, és egyszerűen nem volt, tudtam rávenni magam. Soha, hogy megnézzem a Menekülés Los Angelesből. És az aggájaim valamelyest egyébként beigazolódtak a filmek kapcsolatban. Mindazonáltal, hogy azt gondolom, hogy ez egy iszonyatosan szórakoztató film. Oké, ezt most leszögezem, hogy ez egy iszonyatosan szórakoztató film. Attól függetlenül, hogy mondjuk a New York, Menekülés New Yorkban a rossz fiúja sokkal emlékezetesebb volt, mint ez a Che Guevara klón, akit ebbe kaptunk. Vagy az, hogy igazából kicsit kínosnak érzem azt, hogy konkrétan leforgatták még egyszer Menekülés New Yorkban, csak Los Angelesben. Aha. Tehát, hogy amit történetet kapunk, ez konkrétan ugyanaz, kvázi ugyanaz, csak valahogy át kellett ültetni a nyugati partra. Én szerintem ezért egy kicsit kínos volt. Tehát konkrétan ugyanazt a filmet kapjuk meg még egyszer. És magának Kurt Russellnek az alakításáról. Tehát, hogy mi a véleményed összehasonlítva a New Yorkban történhez képest? Ugyanazt a figurát hozza, szerintem. Tehát akkor szerinted sikerült azt a minőséget hoznia, mint a Menekülés New Yorkból? Igen, persze, sikerült. Tetszik az, hogy benne, tehát, hogy ad egy kis extra hátteret az egésznek, az, hogy többen felismerik Snake-et olyan eseményeken keresztül is, amit filmen nem láthattunk, tudod? Igen. Így a múltjából, ami ad egy ilyen kis, mint egy kicsit bővebb lenne ez az univerzum, tudod? Ez egyébként egy nagyon jó kis, könyvekben is találkoztam már ilyennel,
amikor olyan dolgokat, eseményeket emlegetnek, amik nem nincsenek meg bemutatva, de ez mégis ad egy mélyebb hátteret a karaktereknek. Ez egy jó kis fogás, és ebben is tök jól működött. Tehát, hogy Snake-nek a karaktere nem véletlenül annyira hírhet, mint ahogy, és nem véletlenül ismeri mindenkit. Jól működik. Snake karaktere nagyon királyul működik. A film bugyuta, tehát ez a film bugyuta azért. A Menekülés nyúlokhoz képest ez sokkal bugyutább ez a film. Minden, például most csak a itt ismét csak a felső 10 000-nek a, ugye nyilván belekerült a, meg az egész film igazából ezt a republikánus témát járja körül, ugye a korrupt Egyesült Államok elnökével például, aki csak a hatalmat akarja, stb., akkor belekerültek ezek a Beverly Hills-i agyonplasztikázott emberek, tudod, akik miután már romokban van körülöttük a világ, is még mindig csak azzal foglalkoznak, hogy magukat plasztikáztassák. Ezek baromi jók egyébként benne. Ezek a dolgok nagyon jól működnek benne, de például, és akkor minden ilyenre jut egy olyan bugyutaság, mint például most csak ugye a plasztikázásos jelenethez jut, azért nem tudok beszélni, a plasztikázós jelenet kapcsán jut eszembe az, amikor a köpőcsővel lefújja a faszit, és az pont úgy esik, hogy azzal a szikével pont elvágja a kötelét Kurt Russellnek, hogy egy kicsit blőddé teszik a filmet ezek a dolgok. Aha. Szeretni lehet ezt a filmet, nyilván ezek szándékosan. Már a Menekülés New Yorkban kapcsán is szerintem elmondtam, hogy Snake karaktere az a korszak akcióhőseinek a paródiája. Tehát Snake karaktere az egy paródia. Én legalábbis mindig úgy éreztem, hogy ő az. És sose lehet 100%-osan komolyan venni. Tehát a Menekülés New Yorkban se lehet komolyan venni olyan szinten, mint ahogy komolyan veszel egy a korszakban megjelent, nem tudom, Stallone vagy egy Schwarzenegger filmet. A Snake karaktere mindig ezeknek a paródiája volt. Itt is működik nyilván, de itt már a Los Angelesnél már kicsit feszegették a határokat. Jobban, sokkal jobban, mint a New Yorknál. És ott helyenként olyan megmosolyogtató, kicsit zavaróan bugyuta volt egy-két helyen. Számomra zavaróan bugyuta volt. Ettől függetlenül még mindig pozitívra értékelem ezt a filmet. Nem tudom, hogy sajnálom. Lehet, hogy ha korábban nézem meg, akkor rosszabb véleményem lett volna róla. Tudod? Én nem bánom azt, hogy vannak filmek, amikre nem vettem rá magam fiatalon, mert tudom, hogy fiatalon más elvárásaim voltak a filmekkel kapcsolatban, és lehet, hogy rosszabb élményeim lennének bizonyos filmekkel, mint most vannak. Aha, és mennyire tartod ikonikusnak Snake Plissken-nek a karakterét? Hát van Snake Plissken figurám is, mit viccesz? Na, ennyi, jó van akkor. Én is nagyon szeretem egyébként Snake Plissken-t. Megnéztem volna belőle akár 15 filmet is, hogyha Carpenter csinálja. Ez nagyon sajnálom, hogy egy volt is róla szó, hogy talán akartak volna egy újat csinálni pár éve, még ugyanúgy Carpenter. Ez a film lezárja a sztorit, tehát ezt nem is lehetne folytatni. De pont ezt akartam kérdezni, hogy a utolsó 5 másodpercben, ami történik a filmben, egy döntés van Snake Plissken-nek a kezében, és dönt, ahogy dönt. Neked mi a véleményed arról a döntésről? Én ennek nem vagyok a híve, ennek a vissza a kőkorszakba történetnek. Aha. Nyilván ők sem. Nyilván Carpenterek sem a hívei ennek. Ez is nyilván egy kritika megfogalmazása volt az elittel szemben, és azzal szemben, hogy merre viszik a világot. Tehát nyilván Carpenterek sem hisznek az ilyen menjünk vissza az őskorba dologban. Ez egy nyilvánvalóan egy eltúlzott kritikája. És ezzel, ilyen szempontból jó ez a befejezés. Tehát ilyen szempontból ez a befejezés nagyon betalál az elittel szemben megfogalmazott kétségek, amik ugye felmerülnek. Itt a korrupció, az, hogy igazából mindegy, hogy melyik oldalt választod, mindegyik oldalnak megvan a maga korrupt része, és hát te nem fogsz, az átlagember nem fog ebből győztesen kijönni, úgyhogy mit csináljunk, nyomjuk meg a gombot, azt
nyomjunk egy restartot az emberiségem. Ilyen szempontból, tehát maga, mint kritika, ez baromi jól működik a filmben, nyilván mondom, nem értek ezzel egyet, meg gondolom valószínűleg senki, aki a modern világban él, nem szeretne visszamenni a kőkorszakba, meg nem szeretne az életért küzdeni nap, mint nap, de a filmen ez működik, nyilvánvalóan. Igen, egy nagyon tökös befejezés egyébként, nekem is tetszik, persze film, de szerintem baromi jól lett befejezve. Nekem, ami gondom van néha, sokszor ez a filmmel, vannak benne egy-két ilyen bugyút a CGI rész. Nekem annyi az, hogy így kidob a filmbe, miközben nézem egyébként, ahogy te is mondtad, baromi szórakoztató. Egy igaz ilyen kis B-kategóriás akciófilm, csak egy-két ilyen nagyon bárgyú CGI-os rész, ami miatt egyszerűen nem igaz, tudod, hogy lehetett volna ezt jobb is szerintem. És na mindegy, egyébként szerintem nem egy rossz film, szerintem egy ilyen erős közepes, én úgy érzem. Nem rossz film, de megmondom, én nem is bánom, hogy eddig nem néztem meg. Mondom, lehet, hogy régebben szarabb véleményen lettem volna rajta, mert tényleg nagyon ki tudnak dobni ezek a gagyi CGI dolgok benne. Tehát már az elején, a földrengéses részen látszik, hogy van meg az Langolier színvonalon van, ahogy így esnek össze az üvegek, így esnek ki az épületekből, meg minden, igen. Tudod. Tehát... Igen. Ja. Hány pont? Hát figyelj! Nem tudom, hogy hívják a színészt, aki a hajba játszott, de ebben a filmben legalább van haja, úgyhogy ez egy nagy tök jó dolog. Elfelejtettem a nevét az úriembernek, de ja, úgyhogy ez miatt adok neki egy 7-est. Aha, hű, én egy 6-ost adok a menekülés Los Angelesből, ami én, mint, egy erős között. Én társadalom kritika, mint fricska nagyra értékelem ezt a filmet, mint folytatás. Kevésbé, mert konkrétan engem zavart, hogy konkrétan leforgatták még egyszer ugyanazt a filmet, csak más helyszínen, és gagyi CGI, sok hülyeség van ebben a filmben, és emellett meg, tehát ez is olyan, tényleg minden izére jut valami blödség, amit meg már néha nehezebben visel az ember, úgyhogy ezért én ezt egy jó filmnek gondolom, csak a kivitelezésével nagyon sok helyen van problémám, de szeretném úgy megőrizni magamban, hogy mint társadalomkritika szerintem tök jól működik ez a film. A rossz fiú lehetett volna ikonikusabb, tehát ez a Visual Lander, Che Guevara, ez nem volt valami jó igazából. Ha? Jó, és de, akkor... Igen. És utána 1998-ban jött egy film, ami hát nekem, ha nem is gyerekkori, de közel gyerekkori emlék, a Vámpírok című film, James Woods-szal a főszerepben, aki egyébként egy nagyon-nagyon megosztó színész, több rendező szerint is, még Carpenter is mondta, hogy ő jobban volt vele, de nem egyszerű vele dolgozni, hogy szeret kötekedni ott, meg elég egy agresszív ürge. De, na kíváncsi vagyok, hogy erről a filmről te mit mondasz a vámpírokról? Szerintem nekem is egy ilyen fiatalkori emlék a vámpírok. És kezdjük azzal, hogy én az a fajta vámpírkultusz, vagy vámpír dolog feljön, én mindig az a fajta srác voltam, aki mindig jobban csípte a vámpírvadászokat, mint a vámpírokat. Én nálam ez a film alapból betalált. Én azt szeretem, hogyha azokról szól a film, akik levadásszák őket, nem akikre vadásznak. Ugye nálam ez a film baromira betalált, nagyon tök királynak éreztem, mind gyerekként akkora flash volt nézni azt, ezt a, tudod, ezt, amikor belelövik az ét, és így a kosival kivontatják őket. Igen, zseniális a kezdés, hát, nagyon jó. Annyira király, én ezt gyerekként annyira élveztem, hogy mekkora király, kreatív módja ez a vámpírok levadászásának, meg minden, nekem bejön. Én ezt a filmet nagyon szeretem, Igazi ilyen piszkos vámpirodász hangulata van, semmi túl romantizált vámpír szarság, tudod. Kifejezetten kegyetlen helyenként, főleg a parti jelenet, ugye, most ezt nem akarok nagyon spoilerezni, de ugye akkor megünneplik a sikeres vadászatot. Vannak benne kegyetlen jelenetek, nagyon átjön ez az új Mexikó, ez a déli feelinges, izzadós dolog, ami a filmben van, ez a hangulat, ez a forróság, ami azt a vidéket jellemzi. Szerintem baromi jó film.
Igen, a legeleje az még kicsit olyan, mint a Western filmes ihletésű is lenne, kint állnak ott a vámpírfészek előtt, a vámpírvadászok a napsütésben, és vannak szándékosan szerintem olyan felvételek. Mindig is tetszett az a rész, amikor ugye húzzák ki a vámpírok, a zseniális, imádom, és akkor bemennek ebbe a vámpírfészekbe, és James Wood az egyiket a sarokban elkezdi leszólni, és akkor dögölj már meg, tudod, így ugrál, tudod, kicsit már nem is komikus, de hogy, na nem tudom, van egy olyan furcsa hangulat, hogy rohadtul tetszik az a jelenet is. A mészállás, amit mondtál, az brutál. Maga a fővámpír baromira tetszik, a színészek baromi jók, a zenéje megint csak jó ennek a filmnek. Szerintem egy elképesztően hangulatos film, és a legjobb a módja, hogy ezt a filmet nézem, mindig, hogy a pizzát rendelek mellé. Te rendelek egy pizzát, és ilyen könnyed nézni ezt a filmet. Tehát nem kell sokat gondolkozni rajta, hogy mondjam, hogy nincs ez a nagyon bonyolult történet, de tetszik a múltja a vámpírnak egyébként, mert ugye felhozzák, hogy ki is ő, mi is ő, és miért lett az, aki. Ez nagyon tetszik benne. Úgyhogy azt mondom, hogy én nekem is egy ilyen igazi tinédzserkori, koratinédzserkori élmény ez a film, és ez a szöröke így is marad velem, ahányszor újra nézem, mindig ugyanúgy tudom élvezni. Úgyhogy így ez ennyi, hány fog? Tessék? Ezzel én is így vagyok. Én ezt elég korán, az egyik első Carpenter film volt, amit láttam életem során. Szerintem akkor, amikor láttam, én még nem is tudtam, hogy ki az a John Carpenter, tehát hogy ilyeneket nem tartottam számon. Nagyon fiatalon láttam ezt először ezt a filmet, és nagyon sok része megmaradt nekem, és most a pontozáshoz valószínűleg ez a nosztalgia faktor is hozzá fog tartozni, mert tényleg ez a vámpiros filmek között az egyik olyan, ami nekem tizenévesen abból volt egy ilyen vámpiros korszakom, amikor csíptem ezeket a vámpiros filmeket, és ez volt talán az egyik, ami legjobban megmaradt. Aha, és hány pontot adnál rá? Adok rá egy 8-ast, jó? Na, az jó, én eddig a legerősebbre az őrület torkában pontoztam 8-ra, ez 7,5. Ez 7,5 nálam, ez a film erős, de picit jobbnak tartom az az őrület torkában még. Ennél is. Hát az jobb film, ez nyilvánvalóan jobb film. Nem is egy súlycsoport a kettő igazából, nem is ugyanarra. Tehát, ne, egyébként ez a pontozás azért rohadt nehéz, mert tényleg én nem is tudnám egy mérlegre tenni a vámpirokat meg az őrület torkában, annyira más a kettő film, tudod, hogy... Tényleg teljesen más, hogy ne csak... Nehéz. Igen, az őrület torkában úgy tetszik a sztori, meg a mondani való, meg minden. Itt meg ugye egy egyszerű, gyors sebességű, baromi jó vámpíros filmet kapunk. Igen, teljesen más a kettő. Csak hogyha választanom ki, menekülés Los Angelesben is az volt a izém, hogy 7-est adtam rá, pedig tudom, hogy ez a film rosszabb, mint 7 a menekülés Los Angelesben, viszont tök jól átjött az a republikánus elit elleni fricska, ami az egész filmet végigkísér, és ezért engem az dobott baromi sokat ezen a filmen, meg ugye az egész elit elleni dolog, ami a Los Angeles-i elit, meg a Los Angeles-i világnak a kritikája, és ez például sokat dob a menekülés Los Angeles-en, mindazonáltal, hogy mint film, ez nélkül sokkal gyengébb lenne. Tehát ez baromi nehéz pontozni ilyen szempontból szerintem ezeket a filmeket. Ha, igen. És a következő, amit szintén most láttál elsőnek, és erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz, itt van előttem egy jó kis VHS kazetta ebből, ez pedig a Mars szelleme című film. Tudom, hogy neked külön ilyen bűnös élvezet, meg fétised ezek az űrben játszódó filmek, Leprechaun 4 in Space, Dark Star, meg Hellraiser 4. De legutóbb ugye csinált egy videót a halálhajóról, ami aztán tényleg elsőprő egy film. Na de nagyon érdekelne, mi a véleményed a Mars szellemei című John Carpenter filmre, mert nekem majd utána elmondom a élményeimet ezzel kapcsolatban. Hát nem véletlenül kerültem én ezt a filmet eddig. De azt kell mondanom, hogy most se győzött meg. Ez a film borzasztóan rossz szerintem. Bocsánat, valaki szereti, ez a film nagyon rossz. Ez egy rossz film konkrétan, tehát nem tudok erre mit szépet mondani. A casting iszonyatosan félrement. Ember, hát a csapat vezetője az olyan, tudod, mi zavar legjobban? Hogy nézem ezeket a színészeket, és az összes úgy fogja a fegyvert, hogy látsz, hogy az életében nem volt fegyver a kezében,
olyan rosszul áll ezeknek. A csapatvezetője az úgy néz ki, mint egy titkárnő, bakker. Nem hittem el egy pillanatig se senkiről. Ice-T kivételével. Ice-T. Nem, Ice Cube. Ice Cube, bocs, mindig keverem. Ice Cube kivételével senkiről nem hittem el azt, hogy, hogy valaha lőtt már, már vízipisztollyal is bannagy. Fú, de rossz. Annyira félrement a castingja ennek a filmnek. Nem beszélve a hülyeségeiről ennek a filmnek, nem beszélve arról, hogy az a marsbét, mi szemüveget hordanak a marson való Igen. Mi van? Amikor megláttam, mondom, mi? A díszletek. A díszletek gagyik. Ez a marsi kolónia, ez mint a gyufás dobozokból lett volna felépítve. Az egész gagyi. Ne, tényleg, nem tudok mit mondani erre, az egész gagyi. És tudod mi a helyzet? Hogy tök jó az alapsztori. Tök jó az alapsztoria ennek a filmnek. Ez a ott éltek, és izé, de szar a kivitelezés. Ez, ez az egyikből a másikba átköltöző szellem is. Hogy van ez, bakker? Könyörgöm. Hát ott az utcán egy rakás ilyen szellem izé, megszállt izét kinyírnak, bakker, és mégiscsak egyikőjüket szállja meg egy szellem. Semmit, az egész annyira úristen. Katasztrofális ez a film szerintem. És a fő szellemről, vagy erről a hát én kanibáról, mi a véleményed a kinézetéről, aki a borítón is van? Nem tudom. Semmi, annyira semmilyen az egész. És a zenéje a filmnek, ez az elektronikus, ilyen rockos, ilyen nem tudom. Várjál, tényleg a zenéje az nem volt rossz. Azt aláírom, hogy nem volt rossz. Tök jó, a jelenetekhez nagyon illett. Kár, hogy a jelenetek szarok voltak, de a jelenetekhez nagyon illett az a zene. Tehát, hogy az akció jelenetekhez tök jó kis tökös zenéket válogattak. A zene az tényleg nem volt rossz, az tényleg. De minden más katasztrófa szerintem ebben a filmben. Mondom, már a castingnál az egész. Igen, mert ránézel a borítóra, Ice Cube, Natasha Henstridge, Pam Grier, Jason Statham, azért ezek mind-mind olyan nevek, akik egyszer voltak valakik, vagy nagy színészek a mai napig, mert Jason Statham az a mai napig ugye egy nagy névnek számít. Igen, így ránézel, és egy kicsit ilyen furcsa ez a casting, így egyből így első rátekintése meg. Nem tudod eldönteni, hogy ez a film egy blaxploitation akar lenni, vagy egy azért a Pam Grier az rengetegben volt ilyen blaxploitation-ben régen. Ice Cube is ugye egy nagy ugye afroamerikai hát a rapsztár, meg színész, meg minden. Hát nekem egyébként egy kicsi nosztalgia fűződik, mert tisztán emlékszem, hogy ez megjelent VHS-en, és egy kis tinédzserként ott bicikliztem a videótékával, tudod, hogy kikölcsönözzem ezt a filmet, mert olvastam róla a cinemában, hogy milyen rossz, de láttam, hogy John Carpenter csinálta is, engem ez érdekel. És hát igen, előtte azért láttam a Dolog című filmet például, meg a Vámpírokat, meg a Elátkozottak falu, és akkor hát igen, ezek után egy picit furcsa volt ez a Mars szelleme, és hát én csalódott voltam, mert akkor is azóta megnéztem a filmet, és utána nem sokra emlékeztem belőle, mit is láttam. És pont, hogy mondtad egyébként a toxikus bosszúállóval kapcsolatban, hogy miért jó filmeket remékelnek. Na most ebből szerintem egy barom jó reméket lehetne csinálni, hogyha Steven Kostácki csinálná, aki a Void című filmet. Szerintem ő barom jól meg tudná ezt csinálni, egy ütősen, hogy mondod a sztori egyébként, az tényleg baromi fasza ebbe. Mert akkor elindul a sztori, az annyira ígéretesnek hangzik, hogy már tényleg azt mondja az ember, ez biztos jó lesz, és igazából nekem ez a szórakoztatóan rossz kategória most már, mert eleinte nagyon nem szerettem, de megvettem Blu-ray-en olyan kiadásban, ami rajta van a Vámpírok is, egy lemezen, a kettő együtt, és legutóbb ezt is úgy néztem, hogy pizzáztam közben, és hatványozottan jobb volt a film, és mondjuk jó, Natasha Henstridge-et azt szeretem nézni, mint színésznő, szép színésznő. Ugye a lény első két részében szerepelt, mert még a harmadikban is egy picit benne volt. Szép. Semmit nem hiszek el neki. De szép, csak nem hiszem el neki azt, amit csinál. Igen, igen. Jó. Ice Cube-ot azt szeretem a zenét. Hogy mondod, tényleg ő az, aki hitelesnek tűnik, mint ilyen börtönszökevény. Ja. Jason Statham, pont a múlt héten volt egy cikk, hogy
hogy itt van Jason Statham első filmje, amiről sose hallottál, ez volt a címe a cikknek is, a Mars elméről volt szó. Tehát, hogy ugye, hogy persze nem egy Jason Statham film volt, tehát igazából nem bele kéne szerintem ezt reklámozni, de hát ő is olyan furcsa volt a filmben. Mondjuk szerintem van egy nagyon vicces rész a filmben, nekem nagyon tetszik, mikor mennek Ice Cube-ot kiszabadítani a börtönből ugye a társai, két nagy tabaszakat afroamerikai űrge, és akkor megtaszta a helyet. Tessék? Meg egy indián csávó. Igen. És Natasha Hans is az egyiket ugye lenyomja a földre, kicsavarja a kezét. Ja. És akkor feláll a csávó, és oda megy a másikhoz, te megnézed, hogy megaláznak. Nem segítene a társán, hogy egy nő ott lenyom. Persze ez is egy ilyen furcsa, meg hiteltelen jelenet, hogy egy ilyen két méteres hegyomlás, ez a kis vékony csaj úgy lenyom. Igen. Aki még rendben tart, tudja a fegyvert. Igen, meg folyamatban van drogozva ugye a filmben, megállás nélkül. Na, várjál, ez a másik pont, erre akartam kitérni, hogy bakker, ez a film a drogokat reklámozza. Hát a drog hatása alatt tudja leküzdeni. Milyen hülyeség ez, mert Jézus, még a szemüvegemet is lekezd. Jézus úristen, milyen hülyeség, bald meg ez. Tehát úgy tudja kizdeni a testéből a gonosz szellemet, hogy be van narkózva. Ez a film a drogokat reklámozza, hogy a drog az jó, mert ha be vagy narkózva, akkor a gonosz szellemek kimennek a testedből. Azt, meg egyáltalán, amikor megszállja a szellem, miért drogozzák be ezt a csajt? Tehát, hogy kinek adja ki ezt az esze, hogy na figyelj, nyomjunk be egy Tabit a torkámban meg. Egyébként nekem ez a fő szellem kanibál, vagy nem tudom micsoda, nekem ez így tetszik maga a szerkója. Tehát az úgy jó pofa, csak megint csak nem lett kiaknázva a filmben. Tehát alig van benne a filmben, mert szerintem ez egy tök jó dolog lett volna, hogyha picit jobban kibontják ennek a karakterét, meg több jelentet kapunk vele, mert szerintem az egy jó pofa dolog lett volna. Főleg, hogy a fő harc ellene az olyan, már is felejtettem. Igen, olyan felejthető. És érdekes, hogy Ice Cube azt nyilatkozta ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy nem mutat jól a filmográfiájában, tehát mondta már, hogy tehát nem lett jó a film, és azt mondta, hogy John Carpenter cserben hagyta őket, a speciális effektusokra hagyatkozott végig. Tehát, hogy nem foglalkozott azzal, hogy a színészeknek instrukciókat adjon. Carpenter meg ugye nem is hajlandó erre nyilatkozni erre a filmről, mert ugye folyamatosan csökkentették a költségvetését, miközben forgatta. És ami meglátszik a filmben, szerintem a végén úgy volt vele, hogy nem érdekel, hogy csak legyen most már vége is. Ez meg lehet. Is érződik. Látszik, igen, ez érződik a filmen. Érződik a filmen, hogy ez egy ilyen mostoha gyereke a színészek, Carpenter meg a stúdió háromszögének. Tehát, hogy... Igen, meg nekem ami nagyon furcsabb a filmben a vágása. Sokszor, hogy nem, nincs vége egy jelenetnek itt sem, normálisan. Főleg, akkor mennek ott a sivatagba, megy és tök vágás. És mi történt, kit lőttek le, ki halt meg, nem tudod. Hogy szerintem a másik, ami engem nagyon idegesített, bocsánat, a vágás kapcsán, ez az, amikor elmesélnek egymásnak dolgokat, tudod, hogy mi történt. Szétválik a csapat, elmesélnek dolgokat, és mindig egy picit így... Tudod, hogy még egyszer megnézünk néhány másodpercet egy beszélgetésből, amit egyszer már láttunk, csak akkor az egyiket követtük sor, aztán a másikat követjük, tudod? Igen. Szerintem annyira bugyuta, szájbarágos, gyerekes vágás, és összevágás a filmnek, hogy kétszer meg kell néznünk egy párbeszédet, csak most a másik karakternek követjük utána. Olyan szerintem nagyon dedós szint ez a fajta szájbarágos történetmesélés. Hát igen. De egyébként, akit meg jó volt nézni a film, az tényleg Ice Cube, mert én amúgy is ugye szeretem a zenéjét, meg ő tényleg a hitelesnek tűnt ebbe a szerepbe, úgy tényleg úgy szerintem beletett mindent, szerintem ővet egyedül komolyan ez az egész. Ilyen dolgokat, hogy amikor eltűnik a szakaszvezető, tudod, levágják a fejét. Igen. Az a titkárnő. Igen. Fú, bennem. Na mindegy. És az is ilyen, hogy ott vannak annál a kocsinál, ahol a csávó átvágja a saját torkát, és akkor eltűnt nem tudom, hogy hívták a nőt, eltűnt a parancsnok, oké, akkor én megkeresem. És akkor a nő elmegy, a főszereplő csaj elmegy, és ott van a Jason Statham, elnéz így, és ott meglát valakit. Hú, de nagyon eltűnt bazd meg az a szakaszvezető, ott sétál valaki a látótávolságon belül a nő fejével. Igen.
Igen. Különbségekkel van tele a film, hogy ez az egész beleköltöznek a szellemek dolog is annyira logikátlan. Egyszer így történik, egyszer úgy történik. Ja, igen. Én meg azért is kérdeztem rá a zenére, mert nekem meg az nem tetszik ebbe a filmbe. Tehát ez az elektronikus, ez a, most ugyanaz a bajom amúgy a Claudio Simonetti csinálta a zenét a Argentónak a Card Player, a kártyajátékos című filmnek. Ott is egy ilyen modernnek akart lenni ez a film, ugye a internetes póker miatt, és az is végig ilyen elektronikus, hogy nekem ezeknek a OG-knek, mint a Carpenternek, meg a Simonettinek a zenéjében, nem, nekem nem áll jól ez a elektronika, megértem, hogy miért, mert csak a Marson vagyunk, meg... Carpenternek a zenéjében szerintem simán belefér ez az elektronikus történet. Tehát figyelj, nem tudom, hallgattál-e ilyen Lost Tapes-eket, meg ilyeneket, az simán szerintem. Én nem, én csak a klasszikus filmzenéjét hallgattam neki. Nekem azért nem, meg én Lost Tapes-eket szoktam hallgatni tőle, meg az ilyen albumait Carpenternek, szerintem totál belefér a zenei. Na, én amit ugye hallottam tőle, ilyen frissebbet az új Halloween trilógiához, amit a fiával csináltak, meg a Masters of Horrorra, de mindjárt arra is kitérünk. És akkor erre hány pontot adnál a Mars szellemeire? Ez egy hármas. Na, akkor ez nem is olyan rossz, mert itt ebben a műsorban hallottunk itt azért egy-egyes osztályzatokat tőled, elég sűrűn. Ez egy olyan film, hogyha megnézem a Leprechaun Fall in Space, vagy ezt, akkor megint inkább ezt nézném meg, bár igazából lehet, hogy inkább szöges drótta törölném ki a seggemet, mint hogy bármelyiket megnézem még egyszer a kettő közül. De azért ezt még mindig azt mondanám, hogy ahogy mondtad, hogy bennék egy pizzát van meg, és akkor nézzük meg, aztán röhögünk azon, hogy mennyire szar. Tudod. Igen. Hát ez igen, szórakoztatóan rossz. Még találnék ilyen izéket. Szerintem a film közben, miközben néztem, így jegyzeteltem a kis fejembe, hogy miket fogok róla mondani, hogy milyen hülyeségekkel van tele ez a film, de már a felét törölte van meg a merevlemezem, úgyhogy már nem tudom. De biztos, hogy tudtam, hogy még egy rakás barom, ezek a korongdobálás is bakker. Oh, mennyire gagyi bad meg. Honnan szerzik egyáltalán ezeket? Honnan van ennyi Mik azok? Ezek ilyen körfűrészhez való korongok voltak? Vagy mi a pöcsöm azok? Nem tudom. Én megmondom őszintén. Az utcán, amikor rájuk támadnak, megvan? Amikor szaladnak át A-ból B-be? Igen. És akkor a koreográfia, ember, láttam olyan izét a háttérben, hogy kiszalad a harcból, érted? Szalad el a picsába a megszállt lény. Ez egy dolog, hogy vannak gagyi koreográfia, és akkor ott ugrálnak a háttérbe, de ez a csávó konkrétan kifele szaladban meg a képből. Ilyen hülyeségek fel a film. Én megmondom őszintén, én a nosztalgia miatt egy 5 pontot adok rá. Tehát tényleg egy gyenge film, de szerintem szórakoztatóan gyenge meg. Ez a sztárparádi, ami benne van, nekem elszórakoztat, mert annyira nincsenek összhangban ezek a színészek, itt a casting az nagyon, nagyon furcsa ebben a filmben. A casting az egyik legrosszabb pontja ennek. Senki nem hihető ebbe a filmbe. Az a baj, annyira félrement a casting, hogy mondom, még a fegyver se tudják tartani. Olyan úgy néz ki a kezükben az a fegyver, hallod, röhelyes. Senkiről nem hiszed ennek. Ez a szemüveget húzunk felban, meg a izé miatt, a marsi levegő miatt. Ja, hát ilyen. Gagyi, de az nagyon gagyi. Én adok egy 5 pontot, meg Ice Cube miatt is, mert őt nagyon csipázom. Meg ő tényleg szerintem jó a filmben, tehát rajta kívül mindenki meg azt se tudja, mit keres ott szerintem. Tényleg fájdalmas az, hogy az alapötlet jó. Igen, ebből tényleg lehet egy jó riméget. Nagyon rosszul esik egyébként, hogyha az alapötlet ennyire király, mert nekem bejönnek ezek a ősi civilizáció, és akkor valahogy visszatérnek, meg ízlétetetet, meg megszállják őket, ez tök jó, tök izgalmas lehetne. Ha meg lenne rendesen csinálva, de nem így. Így semmiféleképpen. Ez katasztrófa ez a film, sajnos. Na jó, és akkor itt volt egy jó pár éves kihagyása Carpenternek. Hát ezután, a film után kellett is bennek pihenni egy picit. Igen, mert azt mondta a Mick Garris-es interjúba, pont ebben, mert újra néztem rengeteg információt, azt mondta, hogy Mick Garris hozta meg a kedvét újra, hogy forgasson. Mert utána úgy volt, hogy ő többet nem akar a Mars szelleme után. Valószínűleg a trauma jött, hogy na jó, ennyi, öreg vagyok én már ehhez. Ja.
És utána volt a Horror Mesterei sorozat, amit én nagyon sajnálok, hogy csak 2 évadot ért meg, mert imádom, szerintem zseniális, egy ötleten alapult az egész. És Carpenter csinált egy-egy epizódot mind a 2 évadhoz, és akkor az első a Cigarette Burns című rész, tehát a cigaretta égés nyomok. Tehát itt konkrétan ugye a filmszalagokon lévő ugye nyomokra gondolnak, amikor mint hogy ilyen égett volt lenne. Megcsinált ezt a srác a vízióiban. Igen. Érdekelne, hogy neked erről az epizódról mi a véleményed, mert szerintem beszélhetünk ezekről is úgy, mint full filmekről, mert egy órásak. Na mindegy, kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz erről a részről, a Cigarette Burns-ről. Hát a következő az a másik, a Masters of Horror lesz? Igen, a Pro-Life az a másik, igen. Elmondtam mondani, hogy a kettő közül szerintem ez a jobb. Igen. Mindenféleképpen. Én kedvelem ezt a nem látjuk igazán a gonoszt egyszer se a filmbe. Tehát itt is egy ilyen megfoghatatlan dolog. És itt szeretném felhozni megint csak a kozmikus horrort, mert ez a téma, amit feldolgoz, a Sárga Király című mítosz juttatja eszembe, ugye ez is rengeteg, pont a Bírszes videó kapcsán egyébként, ami ma jött ki a csatornámon, egyébként mert Bírsz volt az, aki megalkotta Hastur-nak a karakterét annó, és ugye a Robert W. Chambers volt az, aki ezt továbbfejlesztette, olyannál, és akkor ezt később Lovecraft átvette. Ugye tudni kell, hogy ez a Sárga Király, ez a Hastur nevű mitikus teremtmény, ennek létezik ugye ebben a Lovecrafti univerzum, vagy nevezzük akárminek, ez egy színdarab. Ez egy olyan színdarab, ami olyan igazságokat tartalmaz az univerzumról, amit ha elolvasol, akkor beleőrülsz. Ez egy fiktív könyv, ugye, nyilván. Tehát ez nincs megírva, nyilván nem tud senki olyan színdarabot írni, amibe beleőrül az ember. Ez egy fiktív könyv, és ez a témakör, a fiktív könyveknek ez a fajta nekronomikus is hasonló utat jár be ugye a Lovecrafti univerzumban, hogyha beleolvasol, akkor egész egyszerűen ez hatással van rád. És ez a dolog visszaköszön az Őrülettorkában című filmben is, ami ugye a tömeghisztériát kiváltó könyvek. Igen. Ugyanitt visszaköszön ebben a Cigarette Burns-ben is egy olyan film, amit ha megnézel, akkor hát akkor nem fasz a dolgok fognak vele történni. Nagy jó esetben meghalsz kb. És nekem ez a téma nagyon fekszik. Én ezt nagyon imádom, amikor ilyen dolgokat csinálnak. Ugye nem egy átkozott szalagról vagy ilyenről van szó, hanem maga a tartalma a filmnek olyan, ami olyan hatással van rád. Nyilván itt sincs megmutatva a film, mert nyilván nem tudnának olyan filmet legyártani, és pont ez a misztikum adja szerintem az erősségét ennek a Cigarette Burns-nek, hogy végig valami olyan dolog körül, egy megfoghatatlan dolog körül kering ez a történet. És nálam ez miatt nagyon betalált ez a Cigarette Burns. Igen, mert ugye elviekben ugye ezen a szalagon, ami ugye meg se lehet találni, csak egyetlen egy példán létezik, egy angyalnak, egy valódi angyalnak a megcsonkítása lenne látható, hogy levágják a szárnyait, és nekem azért is tetszik baromire az egész, pont ahogy mondod, ez a megfoghatatlan dolog, hogy nem látjuk a készfilmet, de viszont valahol azt tetszik, hogy hát angyalok ugye valóságban nem igazán léteznének, vagy hogy mondjam, tehát, hogy mégis látunk egyet, és meg van csonkítva, és elképesztően bizarr, hogyha létezne egy ilyen, akkor valaki igenis megcsonkítaná, tehát ilyen elképesztően bizarr és morbid ez az egész sztori. Nagyon bírom Udo Kiernek a játékát benne, aki egy baromilyen jól játsz ezt a gazdag őrült embert, aki az egész életét feltette arra, hogy megnézze ezt a filmet, és hát történik, ami történik a végén, nem akarok spoilerezni, de hát a beleivel kapcsolatban gondolok itt valamire, elképesztően bizarr. Tehát igen, ez nagyon kozmikus. A másik, ez a Norman Reedus, a főszereplő, aki a Walking Dead-be is szerepel. Szerintem ő is baromi ütős a filmbe. Imádom a zenéjét. A másik, Dario Argento rajongó vagyok. Most is olyan póló van rajtam, amit cimborámtól, az Elejánszi Gyuritól kaptam a születésnapomra.
tele van Argentos utalásokkal, millió hely utalása, imádom. Ez is kimondja. Igen, ki is mondják, még látszik is. Hát ugye Carpenter fel szokta őt hozni, ezért szeretem Carpentert, mert ő nagyon nagy alázatos Jürgen, akit szeret. Aki meg nem szeret, az meg Isten óvja, mint Rob Zombit, az meg kapja amúgy az áldást. Úgyhogy én nagyon csípem ezt a filmet, és amikor én néztem ezt a Masters of Horror-t, nagyon féltem, amikor pont az Argentóhoz, meg a Carpenterhez értem. És hát Carpenter itt is bebizonyította, hogyha megvan adva a lehetőség, ő oda tud vágni szerintem nagyon csúnyán. És bármikor azt mondom, hogy a két évadban az a legerősebb rész szerintem. Tehát az összes közül nekem ez nagyon, tehát ez nagyon közel áll hozzám. Tehát én, amikor pont beszéltünk az Őrület torkában filmről, erre gondoltam, hogy nekem ez jobban tetszik még annál is, mert ez baromi egy ütős, bizarr, nagyon tetszik, hogy nem látjuk tényleg ezt a filmet a végén, de mégis tudjuk, hogy mi történik ott a vásznak, és megőrülnek az emberek, és a Norman Reedusnak a karakter, aki megszerezi ezt a filmet, meg se nézi, pedig meg érdekelhetni, hogy mi van ott, de inkább fogja, és akkor ott adja az egész helyszín. Mert a pénz érdekli elsősorban, a pénz motiválja. Igen, igen. A pénz. Kicsit emlékeztetett a elveszett Frigyláda fosztogatóira, hogy ott ugye ne nyisd ki a szemedet. Mi történik, hogyha kinyitják a Frigyládát, ugye. És picikét itt is ez volt. Hát lehet bibliai utalás egyébként, itt a Szodomára, meg a Gomorára, nem tudom, hogy ez arra akart-e visszautalni. De mindegy, az a lényeg, hogy baromi jó szerintem. Te erre hány pontot adnál? Álljál meg néhány gondolat a filmmel kapcsolatban. Azt hiszem, ennek Cody Carpenter csinálta a zenéjét. Igen. Yeah. Igen. Érződik azért, tényleg nagyon jó zenéje van. A gyenge pontja, viszont erre muszáj vagyok kitérni a gyenge pontjáról ennek a filmnek, az pedig pont a rövidsége, hogy ez a bazi nagy nyomozása a film után nem is olyan nagy nyomozás. Tehát szerintem egy kicsit itt el van sumákolva a nyomozás, mert kvázi a film végé és a filmnek a háromnegyedénél ezt a filmet konkrétan leveszik a polcról. Nem mondom meg, hogy kinél találják meg hogy, de a nyomozás az szerintem egy picit el van sumákolva ebben a filmben, mert nem volt olyan kurva a nyomozás azért ezután. Az hihetetlenül eltűnt, és ú, de milyen film után, egész egyszerűen ott van egy X embernek a polcán, és így leveszi, és odaadja, mikor oda megy a Norman Reedus, hogy kell a film. Oké. Okay. Tehát ez a része a filmnek nem lett jó egyébként, szerintem. Ha azt mondanám, hogy mondjuk csinálnak ebből egy kétórás verziót, ahol igazi nyomozás zajlik, ahol tényleg meg kell találni, mert tényleg el van rejtve az a kurva film, pont azért, mert egy ilyen veszélyt jelent a világra, akkor még nagyobbat ütött volna ez az egész. Viszont így egy picit elvette az élét nekem, amindazonáltal, hogy a végkifejletet ettől függetlenül még mindig rohadt jó a filmben, meg az egész atmoszférája, az egész, tehát dicsértem a filmet, és jónak tartom, viszont ez a része, a nyomozás része egy picit így ilyen nyomoz, és aztán egy pak, ja, hogy ennyi. Tudod, nem tudom, hogy nálad ez hogy jött le, én nekem ez a része volt a gyengéje a filmnek, ezt viszont betudom annak, hogy rövid a játékidő. Egyetértek egyébként ebben, hogy én néztem volna simán dupla ennyi ideig, ezt már imádtam minden percét. Ami furcsa, mert hogy van olyan epizódja egyébként a Masters of Horror-nak, pont a második év, az utolsó része, amit egy ázsiai rendező csinált, az másfél óra hosszú. Tehát ott valakinek megengedték, hogy megcsinálja. Gondolom, az akkor nem is ment le a tévébe, mert direkt azért csináltak egy órásra ugye ezeket az epizódokat, hogy tévébe lejátszható legyen. Ez tényleg egy olyan epizód, mert a legtöbbnek jól áll az egy óra, mert pont belefér minden, és úgy érdekes is az összes rész szerintem, a maga módján. De ez tényleg az, hogy ezt még szívesebben néztem volna. Meg még van olyan a Argentónak, például a Pelc című epizódja, de ez tényleg azért azt mondom, hogy ez nagyon kiemelkedő a két évadból szerintem az epizód. Én nagyon-nagyon szeretem. Tényleg nagyon jó ez a film. Egyébként ez tényleg egy nagyon jó film, ezt mindenféleképpen érdemes megnézni. És akkor hány pont? Na megint szarba vagyok ezzel a pontozással. Legyen egy hetes, jó? Tetszik az alapsztori, minden, viszont a megvalósítás, ez a nyomozás, én jobban örültem volna egy picit mélyebb, picit jobb, mint annál, mint amit kapunk. Tehát, hogy a filmnek ez a része nem annyira
működik, szerintem. Ha, viszont magam tulaj, meg a végkifejlete tetszik a filmnek. A hát erre muszáj 10/10 adjak. Nekem ez annyira befeküdt ezzel a bibliai dologgal, a film utáni kereséssel, az argentos utalásokkal, a jó zenéjével, minden így nekem ez a színészek is baromi jók voltak benne. Udo Kier is szerintem baromi jó benne. Nekem ez nagyon tetszett. Én nem tudom, miért nekem ez a Norman Reedus sose volt egy szimpatikus figura, úgyhogy lehet, hogy az is nekem egy picit olyan. Én nem, valami nem kedveltem sose. Én szerettem a Walking Dead-be is őt, tehát amíg úgy érdekes volt a sorozat. Nem néztem a Walking Dead-et igazából, de rengeteg képet láttam, ugye ez a Walking Dead mánia végsöpört az interneten, nagyon sok mindent tudok róla, úgy nem is láttam a Walking Dead-et. És nekem valahogy így az arc, már az arca, nem valami nem szimpatikus nekem az űrge, biztos jó színész, csak nem nekem. Nem, valamiért. Ennyi. Nincs semmi olyan, tudod, vannak ezek a izék, hogy egyszerűen annyira valaki nem. Valami nem szimpatikus valaki, és nekem ő egy ilyen, hogy más színész szívesebben megnéztem volna ebben a szerepben. Igen, igen. És jött egy másik epizód is, ugye ez már a második évadban, a Pro Life című epizód, amiben Ron Perlman is feltűnik. Itt érdekes, hogy milyen színészeket tudtak összeszerezni egy-egy ilyen epizódra, miközben egy-egy filmjükben ezeknek a nagy rendezőknek ilyen, hát nem sok nagy színész szerepelt, úgyhogy vannak ilyen érdekes dolgok, itt ebben a szériában brutál erős volt szerintem minden szinten a felhozata, mind rendezők, mind pedig színészek, mind zene szempontjából. Mi a véleményed a Pro Life epizódra? Hát ez sokkal gyengébb szerintem, mint a Cigarette Burns. Nem is tudom, hogy egy. Szerintem kibaszott kegyetlen helyenként ez a film, ez a rész. Itt gondolok arra, amikor Ron Perlman megkínozza az abortusz klinikának a vezetőjét. Erre pont ki akartam térni, igen. Ez egy rohadt kegyetlen rész. Úgyhogy még nem is mutatnak igazából semmit, de tudod, hogy mit csinál vele, és már az is elég olyan, hogy húban meg. Összességében viszont nekem annyira nem tetszett ez a rész. Egy ördög, sátán, pokol a téma, nyilván, meg a vallási fundamentalizmus érdekes, viszont megint csak én szeretem, amikor nincs a pofánkba tolva valami, ez a patás ördög hiába nézett ki jól, mert jól nézett ki az a szörny, mégis számomra gagyi hatása volt. Sajnos. Nem tudom miért. Ugyanúgy gagyi hatása volt ennek a pókbabának is. Valahogy nekem nem működött, sajnos. Összességében. Arról nem is beszélve, hogy a gagyi, tehát amikor például szétlövik a biztonsági őr fejét, az valami kurva szarul néz ki, már elnézést, hogy ilyen csúnyán beszélek. Nagyon rosszul néz ki az a rész. Itt azért már sokkal több probléma volt ezzel a filmmel kapcsolatban, szerintem legalábbis. És összességében, hát ez lehetett volna jobb is. Lehetett volna sokkal jobb az epizód, mint amilyen lett. Itt is akkor a hülyeségek, hogy a pisztoly párbaj, ugye 3-1 ellen, és akkor felhúzza a faszja a golyóálló mellény, de nem bújik fedezékben, nem beül az asztal mögé, és így kb. Várja, hogy szitává lőjék. Tehát ezek ilyen hülyeségek, tudod, amikre lehet azt mondani, hogy ez csak egy film, de akkor is egyszerűen hülyeség, gagyi. Vannak hát ilyenekben. Amik engem rettenetesen idegesítettek ebben a filmben. Ha. Igen, tehát erre az igazgatónak a meggyilkolására, amit Ron Perlman csinált. Tehát én ezt hányszor láttam, olyan kellemetlen érzés jönt el, meg most is, hogy beszélgetünk róla, nem tudom, hogy tök sötét hangulatba kerülök. Tehát ez tipikus az a fajta ilyen erőszak, vagy nem tudom, abban a filmben, ami nekem egy picit is sok. Kicsit hogy túl van tolva szerintem ebbe a filmbe. Maga az a pókszerű lény, amit mondasz, azt például nekem ez nagyon tetszik, azt szerintem az barom jól néz ki. Igen, a sátán, hogy mondom, maga a szerpóhoz tetszik, de ugyanaz, amit te mondasz, hogy
hogy pont ami a csábja volt a Cigarette Burnsnek, hogy sok mindent nem láttunk, és úgy ijesztett az egész, ide minden a pofánkban van tolva, ezerre. Tehát itt semmit nem hagynak ugye a gondolatodra, kitaláljad, vagy elképzeljed, itt mindent megmutatnak. Érdekes, hogy mondod ezt a szétlövését a fejnek, ezt a Miggerészes interjúban pont felhozza a Miggerész, hogy ez hű, de jó meg volt csinálva, és akkor most, hogy újra néztem, hát annyira nem. Néztem, és nem öregedett jól az az effekt szerintem. Arról nem is beszélve, hogy egy kis kaliberű fegyverrel, ilyen messziről. Igen. Ez nem így neki. Tehát egy sörétes puskával nézne ez így ki. Arról nem is beszélve, utána mutatják a földön fekvő hullát, és valamiért így a bőr az így le van jöve a homlokára. De hogy miért? Tehát, hogy szerintem tök gagyi volt az egész, igazából annak a golyónak itt ki kellett volna jönni a faszik fején, és hello. Igen. CGI fejszétrobbanás, és aztán, ami utána mondom, így a le van peregve a bőr azéről a homlokán, nagyon ilyen nézett ki az egész, tehát hogy nem is tudom, hogy miért voltak annyira odaérte. Ja. Igen. Másik ugye ez a nagyon-nagyon valláskritikus, ami szerintem már túl egyértelműen bele van tolva az ember arcába, tehát ilyen nagyon-nagyon egyértelmű, meg ugye abortusszal kapcsolatban ugye eléggé ki van fejtve a véleménye, Carpenternek, főleg, hogyha a vallással így keveredik ez az egész dolog, és hogy mire képes egy vallási fanatikus, tehát itt konkrétan arra próbál szerintem nagyon-nagyon utalni. Viszont az, ami nagyon tetszett benne, hogy Ron Perlman, amikor rájön, hogy kinek is segít végig az egész kisfilmbe, és a végén ugye rájön, hogy hoppá, rossz oldalon állok, hogy nem is a jó oldalnak segítettem. Hát mondjuk ilyen eszközökkel nem is tudom, hogy kinek segített volna. Tehát itt a amiért történik abban a film, nem is akarok rágondolni megint, hogy mit művel ott. Úgyhogy igen, tehát ez érezhetően jóval gyengébb, mint a Cigarette Burns azért. Tehát, vagy csak túl nagy volt az elképzelés, és nem tudták úgy megcsinálni. Na, nem rossz, csak a Cigarette Burns után jóval erősebbet várnék. Tehát. Az igazság, hogy sokszor érzem azt, főleg amerikai filmek kapcsán, de ennek is megvan nyilván a maga oka, ugyanis Amerikában azért nekünk európai filmnézőknek, amikor vallást kritizálnak, tehát amikor vallást kritizálnak, akkor, és főleg egy amerikai filmben kritizálnak vallást, azért tegyük hozzá, hogy az amerikai egyház és az európai egyház az kettő teljesen különböző dolog. Teljesen különböző dolgok. Tehát akik ott Amerikában egyházat alapítottak, azok már az európaiaknak se kellettek. Konkrétan. És nem véletlen van az, hogy Amerikában szerintem sokkal jobban, az amerikaiak sokkal jobban rámennek erre a fajta szélsőséges ábrázolására a hívőknek, ami az én szememben sokszor már egy a kritikának a gagyi verziója. Tehát amit Ron Perlman művel, én tudom, hogy voltak ilyenek, teszem az lövöldözés, mondjuk ilyen dolgok miatt, vagy valami, de ez meg már egy kicsit olyan, oké, tudom, ő a fundamentalista, a keresztény, oké, lapozzunk, láttam már 688-szor minden filmbe, de ez az amerikaiaknál másképp csapódik szerintem le, mert tényleg az amerikai egyház az sokkal-sokkal durvább ilyen téren, mint az európai. Tehát szerintem Európában egy sokkal nyitottabb, egy sokkal felvilágosultabb egyház van, míg Amerikában tényleg elég durvák ilyen téren, és számomra már talán ezért is van az, hogy én például nem érzem azt, hogy az egyház annyira durván beleavatkozna az életembe, és pont ezért szoktam néha kicsit olyan gagyinak érezni, mert ezt jó, tudom, nem szeretjük keresztényeket, oké, lapozzunk, következő. Nekem ez már picit fárasztó néha, ezt nézem. Tudom, mindig a keresztények azok, akik gonoszak, mert a keresztények azok, akik nem elég felvilágosultak, stb. Uff. Tehát, hogy ez már számomra egy picit unalmas téma. Carpenter szereti előszedni ezt a republikánus dolgot, de én meg nem vagyok amerikai. Tudod? Igen. Tehát, hogy túl amerikai egy-két filmje. Igen. Talán tényleg túl amerikai egy-két filmje. És ugye említetted, hogy neked ez már kevésbé tetszett, mint a Cigarette Burns. Hány pontot adnál rá? Hát ez egy 5-ös. Nem. Meg lehet nézni.
vannak kifejezetten erős részei, és szegény srácot, amikor nyakon lövik, az elég durván néz ki. Na, az viszont jó, amikor nyakon lövik a srácot. Amikor fejből lövik szegény biztonságért, az kurva gagyin nézett ki, de amikor például nyakon lövik a srácot, az szerintem az egy jó jelenet volt. Igen, hát nem tudom, én is 5 pontot adok rá. A Mars ellenére 5-öt adtam, mert az szórakoztatóan rossz film, ez meg nem tudom, céltalan előszakkal van tere is, és béna CGI-ja helyenként. Hát nem mondanám a jónak, ez is egy ilyen közepes, gyenge közepes számomra. Az egyébként, lehet, hogy még egy 4-es fél is elég lenne rá, mert nem is érzem azt, hogy igazán, de most az abortusz témát nézzük, ami felmerül a film, én nem is érzem igazán azt, hogy nagyon állást foglalnának ebben a dologban. Igazából ez az abortusz dolog olyan benne, mintha csak egy ilyen gyújtópont lenne a filmnek, de nem igazán foglal állást ebben a dologban a film, szerintem legalábbis én nem éreztem ezt benne. Tehát olyan igazi zéje nincs, üzenete szerintem nincs ennek a filmnek. Valamire rá van húzva ez a dolog, meg az abortusz, meg vallás, meg ördög, meg pokol, meg minden, de ez hova akar kiukadni, vagy hova nem, szerintem ők maguk se tudták. Vagy lehet, nekem nem tűnik ez fel, nem lehet, én vagyok hülye hozzá, ez is előfordulhat. Szerintem egy kicsit olyan céltalan. Valaminek akartunk látszani, de igazából nem lett belőle semmi. Igen, és ezután is eltelt egy pár évecske, miután elkészült ez a Masters of Horror sorozat, sajnos 2 év után véget ért, pedig fantasztikus volt. Sokunknak szerintem egy gyerekkori álma valósult, amikor ez ment a tévébe, hát még tisztán emlékszem, amikor, hát jó, Magyarországon nem ment, de töltögettem le internetről, és nézegettem ezeket folyamatosan, és minden hetet alig vártam, hogy jöjjenek ki ezek az epizódok, és imádtam, és utána eltelt 4 év, mire Carpenter újra előrukkolt egy filmmel, aminek a címe The Ward, az intézet című film, amire én sose emlékszek, de hogy Amber Heard a főszereplője. Na, nagyon érdekelne, mi a véleményed, bár ha jól tudom, ezt is most láttad elsőnek. Igen, ez se érdekelt, rohadtul nem érdekelt, csak miattad néztem meg. Hát nem kellett volna újra rendeznie, van meg ez a film. Na, mesélj! Casting. A főorvoson kívül tök gagyi szerintem. Nem tudom. Nekem egyik színész se győzött meg semmiről. 2. Az egész film semmilyen. Se hangulata nincs ennek a filmnek, se semmilyen nincs ennek a filmnek. Rohadt unalmas az a film szerintem. 3. Klisék egymás után, felvillanó, szellemalak, klisés, rohadtul klisés. 4. Csavar. A csavar is rohadtul klisés. Ez a film, ez semmilyen. Tehát, én még rossznak se tudom nevezni ezt a filmet, érted? Annyira semmilyen, hogy ez még rossznak se jó. Tehát, hogy... Igen, úgy egyetértek veled, mert kétszer láttam ezt a filmet, direkt újra néztem, hogy emlékezzek valamit, ezt is, de nem emlékszek, hogy miről szólt a film. Olyan unalmas, és vagy mondott klisés, hogy nem tudom mit kiragadni belőle, hogy miről beszéljek, mert hát Amber Heard akkor még nem járatta úgy le magát, mint a Johnny Depp-el kapcsolatban, ugye ekkor még nem volt egy nagy színésznő. De hát nem is igazán értem, hogy később miért kapták fel, mert béna ebbe a filmet. Tehát a zenéje a filmek szerintem. Napos szar színésznő, igazából szép. Talán azért kapták fel, mert szép, de egyébként egy rossz színész. Igen, a film zenéje semmilyen, tehát semmire nem emlékszek. Volt zenéje ennek a filmnek? Volt zenéje ennek a filmnek? Már arra sem emlékszem, pedig most néztem meg néhány napja. Igen, és tehát, hogy ez a sztori, tehát, hogy ez a egy mondatban, egyébként pont nézem most az IMDb-n, egy mondatban van leírva, hogy egy intézetbe zárt hölgyet egy szellem terrorizált, ennyi. Tehát ez van leírva, tehát másnál legalább le van írva, hogy 5-6 sor, hogy miről szól. Egy sor van itt IMDb-n leírva, hogy miről szól. A forgatókönyv is kb. Ennyi volt.
brutálisan unalmas egy film, tehát tényleg semmiről nem szól, abszolút klisé, és én nem is értem, tehát, hogy miért akart forgatni, mert miért akart ezt leforgatni. Tehát úgy érdekelne, hogy erről egyszer látnék egy interjút, hogy Carpenterre, hogy mi volt az, ami miatt ő úgy döntött, hogy ezt muszáj megcsinálnia. Egy Masters of Horror után, ahol legalább még a második epizód nem is lett olyan erős, de legalább ötlet volt benne, hogy ott volt tényleg jó ötlet, hogy mi volt az, amiért ezt a tök unalmas, tök sablonos filmet megcsinálta. Nem tudom. Igazából tényleg nem tudom, hogy mi volt az, mert tényleg még a csavar is annyira haver előttük már ezt is százszor. Aztán van egy ilyen filmvégi beijesztés, ami ultragagyi. Tudod, mire gondolok, nem? Persze, tudom, sajnos, igen. Az is ultragagyi. Kinek jutott ez az eszébe? Hát... Ez egész annyira gagyi az egész, hallott, hogy jaj, ne! Igen, és tehát nem is értem ugye sokszor ezeket a nagyon nagy rendezőket. Egyébként most nézem, hogy 10 millió dollárból készült ez a film. Nem tudom, hogy mi került ebbe ennyi. 10 miközben dollár, egy helyszínen játszódik az egész végig kb. Igen, IMDb szerint. És érdekes, hogy ami 11-2 millióból készült a 2018-as Halloween, ami kinek hogy tetszik, kinek nem, de azon látszik, hogy pénzből készült. Tehát, hogy... Valami bakker, ez a film, mert maximum az került pénzbe, hogy felgyújtották azt a kurva házat benne. Igen, de ami külön furcsa nekem, hogy én mindig is, amit tetszett nekem a Carpenter filmekbe, a vámpírokig, az operatőri munka. Még hogyha nem is mindig a Dean Candy volt az operatőr, baromi szépen voltak felvéve a jelenetek, széles látószög, a szeme egy gyönyörködtető. Marcel amelyben már érződött, hogy na, ott még erre sem fektettek időt, de ebbe a filmbe ez a snasz, sima beállítások, tehát tényleg ilyen egyhelyszínes, egybeállítások, béna jelenetek jönnek egymás után, maga az intézet sem hangulatos, sem nem ijesztő, nem tudom egyszerűen, hogy engem érdekelne tényleg a miértje, hogy miért volt az, és nem hiszem, 10 millió dollár lett, hogy ebből 9 millió Carpenter kapott, és akkor úgy volt vele, hogy ő bevállalja, én nem tudom, lehet a pénz, vagy, de nézem is, hogy világszerte a bevétel meg 5 millió 300 ezer volt, szóval jó nagy bukott is a film. Jó, persze erre jöttek még a házimozis dolgok annak idején biztosan, szóval lehet, hogy így nullszaldóra ki is jöttek ezzel a filmmel, de sose hallottam azt, hogy akár egy Carpenter rajongó is beszélne erről a filmről. De még az sem, hogy hű, itt a Mars szellemeid, milyen rossz ez a film. De ez legalább szórakoztatóan rossz, hogy tudsz mondani róla. De erről te is mondod, nem tudom mit beszélni erről a filmről, mert ez semmi nincs benne. Az a bizony, hogy ez a film tényleg olyan, hogy a maga az egész intézet is, hogy lehet egy intézetes filmet megcsinálni úgy, mert ugye ez egy, hogy olyan hideg le... Most ez, jó, az nem egy intézetes film, például vegyük a The Shining-ot. Viszont a koncepció marad, mondhatjuk azt, hogy hasonló, hogy izolálva vagy a külvilágtól, tudod? Egy ilyen hideg környezetben, amiben nincs élet, mert csak ti vagytok ott bent. Hasonló a történet, hogy benn vagyunk, be vagyunk zárva egy intézetbe, hideg falak közé, de hogy még a Shiningban érzed ezt a rettenetes, nyomasztó atmoszférát, itt semmit nem érzem. Semmit az égvilágon. Szürke minden. Ennyi. Tök szürkék a falak, szürkék az ajtók, szürke minden. Semmilyen atmoszféra nincs. Senkiről nem hiszed el azt, hogy ő zakkant lenne. Igen. Hát hogy volt ez a 2003, ez a Gótika című film Helberivel, az is ilyen intézetes volt. Az se egy tökéletes film, de ott legalább volt hangulatot, legalább volt tényleg az, ami miatt az ember emlékszik valamire. Hogy tényleg valamennyire jó meg volt csinálva, vagy másik ilyen intézetes film, most azon gondolkozok, hogy mi lehetett, ami tényleg ilyen maradandó a Gótikán kívül. Hát, igen, az a baj, hogy ebben a filmben tényleg nem tudunk úgy jó dolgokat találni, szerintem. Tehát egy nagyon-nagyon egy... Mint hogy nem is Carpenter csinálta volna ezt a filmet, tényleg. Semmit nem érzek rajta, ami miatt azt mondanám, hogy ez biztos, hogy itt a kézére van Carpenter, mert nem érzem egyszerűen abszolút rajta. Ezt el tudom képzelni, hogy a pénz miatt csinálta. Mert
Nem, tényleg nem tudom én se azt, hogy mi más dolgot láthatott benne. Klisés az egész film. A történet iszonyatosan ciki szerintem, nagyon klisés. Amikor kijön a nagy fordulat, akkor így ültem, hogy óban meg. Igen. Nem éreztem azt, hogy óban meg, hanem azt az óban meg. Tehát, hogy így tényleg ezt akarjátok lenyomni megint a torkomon, ezt a hülyeséget. Egyébként igen. Is én ezzel a fajta csavarral, amit láttam egy jó pár filmben, nagyon izé vagyok. Nagyon nem vagyok megengedő ezzel a fajta csavarral, mert vannak bizonyos... Én szerintem nagyon sokszor ilyen parasztvakítás. Ez a... Igen. Valamit ki kell, ez mindig működik. Na ez legyen a filmben a csavar, és akkor ez mindig működik, és izé... Én nem érzem, tehát ezt a fajta dolgot nem érzem egyáltalán kreatívnak, az az igazság. Ha legalább lett volna a megoldás a filmben, ami miatt azt mondod, de nem, itt nem volt semmi olyan, ami miatt bármennyire is úgy éreztem volna, hogy ez egy jó csavar lett volna, mert el tudok képzelni olyan történetet, ahol ez egy jó csavar, de nem akarom elmondani, hogy mi a csavar a filmben, el tudok képzelni olyan történetemben, ez egy jó csavar, de itt nem volt az. És a filmek nagy többségében, amiben én ezt láttam, ott nem volt az soha. Hanem inkább egy ilyen előhúzunk valamit gyors a kalapból dolog, hogy bazzak, valamivel meg kell magyarázni az egészet, és akkor legyen ez, tudod. Nekem ez ilyen nagyon, nekem tényleg nagyon parasztvakításnak tűnik ez a fajta csavar a filmben, meg szinte az összes ilyen filmben, ahol ez a csavar, ez van. Na igen, meg amíg hirtelen eszembe jut, ilyen intézetesben volt a Cult of Chucky, az a hetedik része a gyerekjátéknak, hogy azt még Romániában forgatták, az biztos nem 10 millió dollárból készült, de sokkal jobban meg volt csinálva az intézetes része, vagy a Rém állam az elmúlt szában harmadik része, hogy vannak olyan filmek, amit tényleg úgy meg tudják jól csinálni, jó karakterek, ott a Rém állam 3, abban milyen jó karakterek vannak, mindenkit meg lehet különböztetni, külön tudod a nevüket valamelyiknek, így jól néz ki. De hogy ebben a filmben tényleg semmire. Talán az egy zuhanyzós jelenet, amikor jön az a csaszogó szellemnő, és akkor ennyi. Ott talán sminkre azt mondtam volna, arra a szellem zombi, nem tudom, mire, az talán jól néz ki. De hát az se egy olyan, az egyetlen pont, ami így megmaradt nekem az egész filmben. Nagyon sajnálom, hogy ő jelenleg ez az igazi utolsó filmje, bár ugye forgatott néhány videóklipet, de hát ugye azok nem filmek, illetve most jön ki egy sorozat, ez a Suburban Screams, vagy mi a címe, aminek producere, és... Tessék? A plakátját látom. Aha. És abból egy epizódot ő is fog rendezni. Tehát nem az egészet, ami miatt egy kicsikét úgy visszavette a kedvemet, mert azt hittem, hogy ha már John Carpenter, Suburban Screams, akkor mindet ő csinálja, de persze nem, de egyet ő rendez. Hát igen, kíváncsian várjuk majd a fogadtatását, úgyhogy hát egy hány pontot adnál a Voldra? Ezt még pontozni is rohadt nehéz. Legyen ez is egy 3-as, adtam a Marszellami, legyen ez is egy 3-as. Nem. Legyen egy 2-es, és azért legyen 2-es, mert a Marszellami legalább arra azt tudom mondani, hogy ez egy rossz film. De erre még azt sem tudom mondani, mert ez ennek se lelke, se semmilyen nincs ennek a filmnek. Ez egy ilyen iparos munka lett ez a film. Én is pont a 2-esen gondolkodtam, hogy egyest azért nem adok, mert azért egyest az ilyen Leprechaun Origins, meg ilyen Hellraiser 9, azért az nem. Egy 2-est adok, de nem, és szerintem ezt nem Carpenter csinálta, vagy nem tudom. Nekem ezt bizonyítani kéne valakinek, hogy valami behind the scenes jelenetet lássak már, egyszer ő volt ott és csinálta ezt a filmet. Nem hiszem, hogy ezt ő csinálta. Ez nagyon, nagyon amatőr. Ez a Ward, ez az a film, amit a nem horror rajongók, csak a horror kedvelő emberek, tudod, akik nem tudom, átlagos, jóképű filmfogyasztók, így leülnek hétvégén, hogy nézzünk valami horrorfilmet, és felmennek a, nem tudom, onlinefilmek.hu-ra, és ott megnézik. Na, ez tipikusan az a szint, ez a film. Tehát ennél többet nem érdemel ez a film, mint hogy tényleg ilyen hétvégi horror nézők az onlinefilmek.hu-n, vagy nem tudom milyen ilyen megosztók vannak, nem nagyon nézek ilyeneket, de ez ilyeneken megnézzék. 6 reklámmal így körbe tudod megfizetni. Igen, ez a film. Te egyébként tervezed ezt megvásárolni? Dehogy is. Igen, odaadnál nekem, lehet, hogy így vissza is adnám. Igen, ez
az a kategória, mint hogy ide jönne Damina Dávid, és megkínálna egy ilyen Dick DVD-vel, azt visszaadnám neki. A Dick-sárt előbb elfogadnám szerintem, mint ezt. Tényleg, ez a film annyira gagy. Nem, semmilyen. Ez a film egy ilyen lelketlen iparos munka. Egy ilyen futószalagról leesett, a korszaknak éppen megfelelő izéje. Remélem nem halacik, hogy a macskám játszik a csörgős játékával itt mellettem. Hát, de az érdekesebb, mint ez a film, hogy a csörgős játékával játszik. Úgyhogy tényleg ilyen nem tudok erre mit mondani. Erre a filmre. Ez tényleg, amit mondtam, megnézni egy ilyen hétvégén az onlinefilmek.hu-n, mert éppen nem tudunk semmi más nézni. Ez arra való ez a kb. Akkor meg lehet azok, akik nem igazán szeretik a horrorfilmeket, vagy csak így ijedni akarnak, azoknak pont jó ez a film, tudod. És ha már így végére értünk a Carpenter filmeknek a kivesézésével, annyit még kérdeznék tőled, hogy top 5-öt Carpenternek a filmográfiájából, az mi lenne? Mert azért elég széles a filmográfiája. Hát The Thing és az Őrülettorkában biztos benne van a top 5-ben. Legyen benne még mondjuk a Halloween. Akkor mondjuk a Daily. Igen. Meg a Menekülés New Yorkból. Aha. Jó kis listén. Azért sajnálom, talán. Hogy a nagy zűrkis Kínában ezt nem tetted bele. Én nagyon szeretem a nagy zűrkis Kínában, de ezeket a filmeket jobban. Persze, szeretem, hogy elég erős azért neki a felhozatala. És csak itt a 90-es évek után volt az, hogy így neki össze-vissza sikerült minden. Ami létezik. Hát azért volt a hullámvasút a karrierében rendesen, hát sajnos ez nagyon rossz befejezés szerintem. Remélem, hogy akár csak Argentónál volt a Dracula 3D 2012-ben is, ugye utána úgy volt, hogy nem akar őse többet forgatni, csak csinált legalább egy erős közepes filmet, ezt a Dark Glass-t, ami legalább legalább egyenlít valamennyire. Hát remélem Carpenter is legalább ezzel a Suburban Screams-el valami olyat tesz le, hogy azt mondjuk, hogy na azért ez azért már valami, hát csak 13 éve nem csinált úgymond semmit a rajongóinak, és pedig azért sokan vagyunk, akik válnának tőle valamit, de hát tudjuk, ez nem ilyen egyszerű, ez ilyen pénzügyi dolgok, meg ugye, hát a Mars szellem is az eléggé lehozta az életről annak idején. Gondolom a Warden ugyanezt történhetett, ha még nem rosszabb, úgyhogy. Én a Wardnál tipikusan azt érzem, hogy én lehet, tehát velem feltételezem, hogy a pénz miatt csináltam, mert hogy a Mars szellemének legalább van valami hangulata, vagy lehet, hogy ott tudod, elkezdődtek a problémák a forgatáson, és akkor ott, de úgy érzem, hogy talán a Mars szellemében még úgy vágott bele, hogy igen, hogy akarok alkotni valamit. Aztán szar lett, de legalább próbálkozott. Bizonyos körülmények miatt szar lett. De hogy a Wardban tényleg nem érzem azt. Tehát, hogy annak a filmnek nincs lelke. Semmi. Tehát, hogy abban tényleg azt lehet, az, hogy jó, figyelj, megcsináljuk, van meg, ott lesz a nevem, az nevemmel el lehet adni, én meg kapok érte a lóvét, csá. Hát igen. Na, borzalmas, sajnos, igen, ez a Ward, ez tényleg egy hitvány, egy film. Na úgyhogy, Zebra, nagyon szépen köszönöm, hogy időszakítottál, és végig tudtuk beszélni végre a Carpenter filmográfiának a második részét. Nem tudom, a következő adás az mikor lesz. Nézőitől is elnézést szeretnék kérni, hogy ennyi ideig tartott. Te tudod jól, hogy hogy peregnek az én mindennapjaim. Remélem, hogy ebbe valami változást tudok belecsempészni hamarosan. Terve van, hogy ez nem így, nem fog sokáig így lenni. Úgyhogy tényleg sajnálom, hogy ez ennyi ideig tartott. Én is ide élvezem, és szeretem csinálni ezt a Nilbog podcastet. Bármennyire is úgy tűnik, hogy néha az agyam kifolyik a fülemen keresztül, amikor megnézek néhány filmet, amit mondasz, hogy nézzek meg. Igen. Olyan szempontból jó a Nilbog podcast, és rengeteg olyan film van, amit én alapból nem néznék meg. És például a Menekülés Los Angelesből az ilyen volt nekem, hogy nem igazán voltam rá kíváncsi. Valamilyen szinten a félelmeim beigazolódtak, mert ugye kaptunk egy Z-t, Ctrl-C, Ctrl-V Menekülés New Yorkból, csak most épp Los Angelesben, tehát hogy
valamilyen szinten beigazolódtak a félelmeim, mégis egy szórakoztató filmnek gondolom, aminek örülök, hogy végül rászántam magam. Én nagyon ilyen vagyok, hogy én nem szoktam lepörgetni rendezőknek a filmográfiáját, meg ilyeneket, hanem azt nézem meg, amit felkelti az érdeklődésemet. Úgyhogy örülök, hogy rá tudsz venni különböző filmek megnézésére, mondhatni azt, hogy a komfortzónámon egy kicsit kívül tudok lépni ez miatt, a sorozat miatt, csak hát ja, az idő bakker az, ami sokszor ellenem játszik, vagy nincs időm egyszerre megnézni egy olyan filmet sem. Ja, tehát így remélem hamarosan másképp lesz ez a dolog. Igen, mert ugye vannak még terveink, ugye csináltuk ugye G.B. Cooperrel a Stephen King-es beszélgetést, és annak is ugye a folytatását már tervezzük már mióta, ami picit majd másképp lesz, mert szerintem majd úgy csináljuk meg, hogy igenis X filmekre térünk ki, hogy ne kelljen mondjuk a Langolierekről beszélni mondjuk, vagy egyéb ilyen finomságokról, hanem csak az ilyen nem nívósabb fogom filmekről. Ezt nem fogom még egyszer megnézni, akármennyire szeretnétek. Úgyhogy... Hát igen, ott ugye áthaladtunk például a Creepshow 1-2-n is, ami szerintem több szót érdemelne, meg majd még néhány film, amire ki akarok térni egyszer, illetve amire ugye mondtam, hogy ez egy kicsit kínzás lesznek ez a kukorica gyermekei sorozat majd, de az már csak jövőre. Abban még egyet még én sem láttam, a legfrissebbet, ami hát idén volt moziba, ami csúfosan megbukott, ami nagy, nagy meglepetés volt gondolom mindenki számára. Megbukottai. El se hiszem. Hát én ezt el se hiszem. Igen, csúfosan megbukott, igaz, hogy mikor 2017 vagy 8-ba forgatták le, és 5 évig volt spájzol, na 2020-ba forgatták, bocsánat, és hogy 3 évig spájzolták, aztán valamit csak leadták moziba Amerikában, de mindegy, azt még én sem mertem megnézni egyelőre, de majd jövőre belevágunk abba is, mert szerintem az is egy jó kis beszélgetés, mert sok embernek, hogy láttam, tetszett az üvöltésben, hogy végig is szenvedtett azt a szériát, hogy élvezték az emberek. Úgyhogy ennyi. Úgyhogy egyébként, amikor ilyen filmekről van szó, hogy azért filmet készíteni, ez egy privilégium, szerintem, a mai napig. Tehát ez egy, nem egy olyan dolog, hogy csinálok egy zenét, mert ma már mindenki zenét csinálni a nappaliévába, vagy írok egy könyvet, mert mindenki fel tudja nyitni a Word-ot, és megírhatja. Filmet csinálni, privilégium. Igen. És mindig eszembe jut, amikor ilyen filmek feljönnek, mint a Kukorica, de még akár a Dick Shark, vagy akármilyen ilyen, hogy van egy lehetőség az életedben, megvan rá az anyagi forrásod, megvan rá minden, ami adott ahhoz, hogy filmet csinálj, és csinálsz egy ilyet. Igen, hogy miért ez éppen, igen. Fáj. Ez annyira fáj nekem, bakker, hogy egyszer lenne lehetőségem filmet csinálni. Igen, igen, de igen. Ja, na mindegy. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet mindenkinek. Mindenkinek várjuk a kommentjét, hogy mi a véleménye ezekről a Carpenter filmekről. Főleg azért egyébként engem érdekelne, hogy mit gondolok az emberek erről a War című filmről, mert hogy valakinek tetszik egyáltalán az a film, vagy rajtunk kívül valaki látta, vagy meg sem nézte senki. Illetve Mars szellemei, tehát tudom, hogy egy-két embernek ugyanilyen nosztalgikus, mint nekem. Meg bármelyik filmről írjátok le nyugodtan a véleményeteket, hogy mit gondoltok róla, meg a Masters of Horror sorozat, az kötelező mindenkinek, legalább a Cigarette Burns, azt nézzétek meg, ha nem láttátok, mert az brutálisan, tényleg elképesztően jó szerintem. Úgyhogy... És az új videóban, az Ambrose Bierce-es videóban a Masters of Horror, The Damned Thing című epizódja meg van említve. Hoppá, Toby Hooper rendezett a Damned Thing, aha. Igen, mert ez egy Ambrose Bierce novellából készült az a film egyébként. Így van, így van. De az is jó, mert egyébként pont a Mick Garris csinálta Toby Hooperrel is egy beszélgetést, amikor még élt Hooper pont ezzel kapcsolatban, mert a Masters of Horrorral is szóba kerül az is. Meg utána azt is Mick Garris, amikor már nem érte Toby Hooper, hogy a tájszólása Toby Hoopernek, hogy megcsináljuk a Damn Thing-et, tudod, ilyen texasian beszélt, és akkor, hogy azt szerette volna, egy old school rajongó volt azért Toby Hooper, úgyhogy Isten nyugosztalja, kár. Na neki is aztán a filmográfiája, hát ez az elég kemény. Azt nem biztos, hogy valaha elő fog itt kerül. Az a baj, hogy a filmográfia Toby Hoopernek tényleg olyan, hogy egy ilyen a hegyvidék után a szakadék jön, tehát, hogy így. Hát meg vannak olyan filmjei, amik szerintem konkrétan megnézni sem nagyon tudnánk, mint a Gene, az utolsó filmje, hogy nem is került forgalmazásba, vagy ott van a főbérlő a halál, ahol
megsérjen Blu-ray-en, meg aztán talán még DVD-n és csak VHS-en, hogy egyszerűen olyan filmek, hogy egyszerűen forgalmazói nincsenek, mert olyan rossz jó pár film szegények, hogy közel nézhetetlen. Úgyhogy végig is egy texasi láncfűrészt. Hát igen, pedig azért vannak, hogy Salem's Lot, Life Force, azért voltak jó. Ott jó filmi. Hát, én megmondom őszintén, hogy szerintem a texasi láncfűrészesnek egy szerencséje volt. Nekem ez a izém. A mai napig tartom ezt, hogy Toby Hoopernek szerencséje volt ezzel a filmmel. Hát ez egy barom jó film, azt imádom én is a texasi tényleg. Úgy jöttek össze a dolgai, hogy neki ott úgy jöttek össze a dolgai, hogy ez lett belőle, ott neki baromi nagy mákja volt. Azzal a filmmel. Mindig izével, Kubrickkal hasonlítom össze, azzal próbálok érvelni ez mellett, az én mellett, hogy Kubrick egy olyan rendező volt, aki például, ha a Shiningot leforgatják, és hirtelen elveszett volna az összes felvétel, akkor még egyszer le tudta volna forgatni a Shiningot. Úgy, ahogy az egyszer már le lett forgatva, mert az egy faszja, egy idegbeteg maximalista volt. Igen. Még a Toby Hooper, ha elveszett volna a Texas Ráncfűrészesnek az összes kópiája, után leforgatták, ezt még egyszer nem tudta volna megcsinálni, mert ott az a film, az pont akkor úgy kellett megtörténjen. Ezt még egyszer nem tudta volna megcsinálni, ebben biztos, hogy... Igen, és ezzel egyetértek, igen. Tehát az tényleg egy olyan film, hogy egyszer is megismételhetetlen a texasi, azt én. Na úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, és várjuk a kommenteket akkor. Sziasztok! Sziasztok!